Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét, a 17. évfolyam 49. heti adását látják, és a mai műsor vendége dr. Zsombok László Munorváros polgármestere. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm én is a Gemini Televízió nézőit. Kedves nézőink, polgármester úrral nagyon sok témával készültünk a mai műsorra is. Szó lesz többek között a MÁV-val kapcsolatos intézkedési lehetőségekről. Beszélünk majd a sportcsarnokról, a 2016-os év és a 2017-es év gazdálkodásáról és a gazdálkodási lehetőségekről, de egy kicsit a műsor végén majd a karácsonyhoz, az ünnepekhez kapcsolódóan is lesz egy-két gondolatunk. Mindeközben lesz heti friss, beszámolunk a második adventi gyertya meggyújtásáról, a jégpálya megnyitójáról, a cserkészavatóról, és természetesen ismét belekukanthatnak a monori képviselőtestület ülésébe az első kézből rovat segítségével. Mi pedig akkor már is kezdjük a beszélgetést egy igen aktuális témával. Ez a MÁV ügye lesz, ez lesz a beszélgetésünknek a második fele. Első körben azért szóljunk arról, hogy megváltozott egy rendelet, ez pedig a parkolási rendelet. Miért volt erre szükség? Egészen pontosan a 17/2009-es számú önkormányzati rendeletnek a módosításáról van szó, ami valóban ugye a fizetős parkolásról szól, annak a szabályairól és a rendjéről. Ugye visszatérő lakossági panaszok érkeztek az önkormányzatunkhoz és a hivatalunkhoz arról, hogy ugye a közvetlenül a parkolást követően a parkolóőr azonnal büntet. Ugye megvizsgáltuk a parkolási rendeletet, és ugye ez alapján ugye valóban nem volt teljesen egyértelmű, hogy ugye mikortól, tehát a leparkolást követően, ugye mikortól van joga vagy lehetősége a parkolóőrnek büntetni, természetesen abban az esetben, hogyha azonnal nem veszi meg valaki a parkolójegyet. Ugye a jelenlegi, illetve az eddig hatályban lévő parkolási rendelet, ugye ez december 1-ig hatályban lévő parkolási rendelet, ugye nem szabályozta azt a türelmi időt, amit most a rendeletmódosítással ugye beépítettünk a rendeletnek a szövegébe, és ez azt jelenti, hogy egy 5 perces türelmi időt kapnak a gépjármű tulajdonosok, tehát a leparkolást követően, tehát a gépjárműnek a parkolóhelyre való érkezését követően 5 perce lesz minden gépjármű tulajdonosnak, természetesen, hogyha valamelyik fizető parkolót veszi igénybe, hiszen ez továbbra is a rendelet csak a fizető parkolóhelyekre irányadó, tehát 5 perce lesz arra, hogy megváltsa a parkolójegyet. Természetesen ez továbbra is működhet a hagyományos formában, tehát az automatából ugye papír alapú jeggyel, vagy SMS-ben is van lehetőség természetesen a parkolójegynek a megváltására. Ugye ebben az esetben ugyancsak 5 perc áll a gépjármű tulajdonosoknak a rendelkezésére. Ugye arra is gondoltunk, hogy esetlegesen vita lehet a parkoló, illetve a gépjármű tulajdonos között, hogy ő ténylegesen mikor ért oda. Ezért ugye külön szabályozzuk azt, hogy a parkolóőr esetében ugye ő az észleléstől számított 5 perc múlva bírságolhat. Ez azt jelenti, hogy amikor észreveszi, hogy ott van egy autó, amelyen nincs parkolójegy, illetve a saját készülékében ugye nem látja, hogy elektronikusan SMS-ben parkolójegyet váltott volna, ugye abban az esetben 5 perc elteltével bírságolhat csak. Ezt a mobil parkolást, ezt örömmel veszem, mármint hogy SMS segítségével lehet venni, hiszen annak idején ez szó volt a testületi ülésen, és aztán olyan nagyon nem lett publikálva és nem lett kommunikálva a lakosság felé, hogy ez a lehetőség van. Jogszabály kötelezi minden fizető parkolóhelyet működtető társaságot arra, hogy lehetővé tegye a mobiltelefonon, SMS-ben történő parkolójegyváltást. Tehát így természetesen a monori parkolóhelyeknek, az üzemeltetőinek, a működtetőinek is, a Parkfair Kft.-nek is kötelezettsége volt, hogy ennek eleget tegyen, és így természetesen alkalmassá tette a parkolóórákat arra, hogy SMS-ben is lehessen parkolójegyet váltani. Ugye ez vonatkozik akkor a Kossuth, monoron a Kossuth Lajos utca vonatkozásában a parkolóknál, illetve a piac téren szerdán és szombaton. Térjünk át akkor most már a MÁV ügyre, ami azért itt borzolta a kedélyeket elég tisztességesen. Ugye a Cséb Haraszti képviselő úr keresett meg bennünket első körben azzal, hogy a MÁV állomás épületével, ha szembeállunk, akkor a bal oldalra kikerült egy mindkét oldalról behajtani tilos tábla,
kivéve MÁV felirattal. Ez volt az alapja annak, ami alapján mi megkerestük a MÁV-ot, de hát a MÁV területén igen-igen sok gond van. Kezdetnek a parkolással problémák voltak, bár azt megoldották az önkormányzatnál és a hivatal munkatársai, ugye ott a patkónak a külső szélén, ott már csak két-két a buszfordulónak a... Így van. És aztán folyamatosan megy a gondolat és a gondolkodás azon, hogy hogy lehetne ott a gyalogosok közlekedését is biztonságosabbá tenni. És arra kéne egy kijelölt gyalogátkelőhely, de ahhoz nagyon-nagyon sok mindent át kéne alakítani. Na hát ez ugye több felvetés volt, és valóban ugye mindegyikkel foglalkozunk, azért mert az önkormányzatnak is nagyon fontos a vasútállomás, illetve a környéke, annak a gyalogos forgalma, és az, hogy a lehetőség szerint a vasúttársasággal és a közútkezelővel közösen ott a lehetőségekhez méltán a legkulturáltabb körülményeket tudjuk teremteni, és egyúttal pedig a balesetveszélyes forgalmi helyzeteket is meg tudjuk akadályozni, illetve ezeket orvosolni tudjuk. Ugye a PEMÁK, tehát a Pest megyei közútkezelő ugye azért fontos ebben az egyeztetésben, hogy főleg az ön által említett ugye harmadik témában, tehát a gyalogosoknak a közlekedésében, mert a Móricz Zsigmond út, ez a Pest megyei közútkezelőnek, tehát az állami közútkezelőnek, a Pest megyei igazgatóságának és a Mondori üzemmérnökségnek a kezelésében van, tehát ez egy állami tulajdoni útszakasz, és hát elég érdekesen, hogy nagyjából a buszforduló közepén lévő virágágyásnak még a kétharmada körülbelül az, ami ehhez a közúthoz tartozik, és a fennmaradó egyharmad, tehát mondjuk a virágágyás egyharmada, és egészen az utasforgalmi épületig, az pedig a MÁV-nak a tulajdonában van, tehát egy elég faramúci és összetett a helyzet. De hogy sorban kezdjem, vagy próbáljam megválaszolni a felvetéseit, tehát ugye valóban ugye most a reflektorfényt, és hát ugye az országos médiának a figyelmét, az a parkolóhelyek, tehát ennek a nem hivatalos P+R parkolónak a lezárása irányította rá a Mondori állomásra, és hát ebben ugye szinte minden fontosabb médium megkereste az önkormányzatunkat is, internetes lapoktól kezdve a helyi médiáig természetesen. Ugye azt fontos tudni, hogy ez a kb. 400 autó parkolását lehetővé tevő terület, ez hivatalosan nem parkoló. Tehát egy közforgalom előtt megnyitott parkolónak a kiépítésére, illetve annak a működtetésére nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Ez a parkolóhely, de ezt most itt csöndben egymás között mondom, ez nem felel meg ezeknek a feltételeknek. Ugye itt a világítástól, a vízelvezetéstől, magának a burkolatnak a minőségén át ugye nagyon sok feltételnek meg kellene felelni, és ha már korszerű P+R-ről beszélünk, akkor természetesen ugye nem ártana, hogyha be lenne kamerázva. Tehát millió feltétele van annak, hogy főleg egy ilyen vasútállomási P+R parkolót hogy kell kiépíteni, és hát ez ugye a MÁV által is ismerten ugye nem felel meg ennek a kritériumoknak. Ugye a régi monoriak azok még emlékeznek rá, ugye, tehát ez egy klasszikus üzemi terület volt, ez egy rakodó terület volt, amit most a gépjárműveknek hát inkább ilyen hallgatólagosan átengedett a MÁV parkolásra. Ugye valamikor a tehervonatokat, amik ott a külső vágányokon parkoltak, akkor innen pakolták, illetve ugye a középtelepre érkező faárótól kezdve minden ott. És a teherautók ugye itt parkoltak, itt történt az átrakodás. Ugye ahogy megszűnt gyakorlatilag a teherforgalom, illetve ez a típusú teherforgalom, ami ugye meg is áll és valamilyen árut hoz vagy visz, ugye az a terület felszabadult. A jelenlegi, tehát az eddigi vasútfejlesztési programokba, amiket most már ugye nem is a MÁV, hanem a NIF koordinál és irányít, ugye sajnos még nem volt arra lehetőség, hogy a Monoron egy jelentős P+R parkoló fejlesztés induljon, és ezért hát félig meddig kényszerűségből, mert azért a vasútnak is fontosak az utasok, ugye eltűri a MÁV, hogy ott az autósok parkoljanak, de még egyszer mondom, ez azért elég sok feltételnek nem felel meg. Viszont hát szokásjogilag mégiscsak így alakult ki. Ja, akkor, amikor miután a lezárás megtörtént, ugye nyilván hát mi is első kézből stílszerűen értesültünk róla, hiszen ugye azonnal jöttek a lakossági panaszok és az észrevételek, és hát a kollégáink is természetesen ugye nagy számban rendszeresen használják a vasutat.
akkor mi ezt rögtön jeleztük a vasúttársaságnak. Ugye természetesen nem értettünk egyet ezzel az intézkedéssel, illetve egy egyeztetést kezdeményeztünk. Ugye ez meg is történt, most már két körben személyesen is itt Monoron a MÁV pályavasút igazgatóságával sikerült a kérdésről egyeztetnünk. Ugye már szinte aznap, amikor az első ugye tiltakozások elértek a vasúttársasághoz, akkor ugye feloldották ezt a tilalmat, tehát újra lehet parkolni. Egyébként maga a tilalom ugye nem csak a város felőli oldalon, tehát a vasútállomásnak az ön által említett, ugye ha szembeállunk fel, akkor a baloldali parkolójára vonatkozott, hanem a túloldalt, a telepi részen is ugye kihelyezték a mindkét irányból behajtani tilos táblát. És hát ennek a fő oka az volt, anélkül, hogy untatnám a nézőket, vagy a részleteket belemerülnék, hogy a közelmúltban kezdeményezte a MÁV, hogy ezen a pályaszakaszon is lehetővé tegyék a vasúti kocsiknak a 80 km/h sebességgel való áthaladását. Ugye ez a sebességnek a megnövelését jelenti a monori állomásnak a területén, és ahogy ugye a különböző sebességhatárokhoz különböző biztonsági előírások tartoznak, és ugye minden pályaszakasznak, illetve hozzá tartozó maximálisan engedélyezett sebességnek van egy úgynevezett ilyen elsodrási távolsága, amin belül gyakorlatilag szinte semmi nem lehet, illetve amin belül ugye meg kell akadályozni azt, hogy ott ugye az utasforgalom megjelenjen, illetve a parkolóautók megjelenjenek, vagy legalábbis ugye fizikailag valami gátot kell szabni annak, hogy például mondjuk a gondotlanul ott, hogy ott járművek véletlenül bele guruljanak ebbe a mondjuk a szélső vágányba. Tehát ilyen értelemben, hogy maga a felvetés az érthető volt a vasúttársaság részéről, csak hát ugye nem, a maga az intézkedés azt gondolom, hogy nem volt helyes és szerencsés, de még egyszer mondom, hogy a vasúttársasággal sikerült megegyezni. Most ők saját költségükön kiépítik azt a fizikai védő falat, vagy azt a sávot, ami gyakorlatilag ezeknek a beton talpaknak a felállításával kerül majd kialakításra, és akkor onnantól megfelelnek ennek az egyébként a Nemzeti Közlekedési Hatóság által rájuk előírt kötelezettségnek, hogy ott X méteren belül ugye nem lehetnek parkolóautók, vagy azokat fizikailag is el kell választani a vasúti pályatesttől. De természetesen ugye ez továbbra is csak egy átmeneti, vagy egy rövid távú megoldás lesz, hiszen ettől még azért az a parkoló azért nem lesz sokkal korszerűbb, ugye én magam is elég sokat járok oda, és hát azért ugye tapasztaljuk, hogy főleg esősebb időszakban ugye bokáig érő vízbe kell kiszállni. Ugye eleve ilyen vasúti, ilyen beton talp gerendákból van a zajja összerakva, tehát mindenképpen korszerűsíteni kellene, és hát a cél az lenne, hogy Monoron is legyen egy megfelelő számú gépjármű befogadására alkalmas, korszerű P+R parkoló. Ugyanis maga az ügy azért az ráirányította a figyelmet arra, amit mi is nagyon sok helyen el szoktunk mondani, és amivel lobbizunk is nyilván különböző helyeken, hogy a Monori az a legforgalmasabb személyforgalmi állomások egyike. Ha jól tudom, lehet, hogy nem pontos statisztikát mondok, de a 10 vagy a 15 legforgalmasabb magyar személyforgalom tekintetében a legforgalmasabb vasúti állomás sok között van, és ebbe bele kell érteni a nagy pályaudvarokat is. Vagyis ugye nagyobb személyforgalmat bonyolít a monori pályaudvar, mint sok megyei jogú városnak a vasúti megállója, vagy a pályaudvara. Én azt gondolom, hogy ez egy érték, tehát az, hogy a monori és a környékbeli emberek képesek, meg készek itt hagyni az autót és vasútra szállni, ezt meg kell becsülni, és erre nem az a válasz, hogy bezárom a parkolót, hanem erre az kellene, hogy legyen a válasz, hogy próbálom valamilyen módon fejleszteni, illetve hogy próbálok megfelelni az utas igényeknek, és annak, hogy azért a 21. századi körülményeket próbáljunk teremteni a vasútállomáson, hogy még többen járjanak autó helyett vonattal Budapestre, vagy akár más irányba, hiszen azt gondolom, hogy ez a MÁV-nak is az érdeke, hogy ezeket az utasokat ne vesz el, sőt, adott esetben ugye még több utas válassza az autó helyett
vasúti közlekedést. Én ezt értem, és megértettem a MÁV-nak a sajtóközleményét, megértettem az utasoknak a felháborodását, mindent az ég egyadt a világon, meg azt is, hogy ez egy ideiglenes. Na de könyörgöm, ha a telepi részt nézzük, akkor a MÁV területen, gondolom oda tartozik még, és ez nem a város területe, van egy hatalmas nagy plac, amin bizony tetszik, nem tetszik, időnként térdigérő gazban is lehet járni. Hát akkor miért nem lehet ott megnyitni egy hatalmas nagy parkolót? Ez a hatalmas nagy plac, és ez lett volna, amivel folytatni szeretném, ugye az a P plusz R parkolónak kijelölt terület, pontosabban intermodális csomópont telepítésére kijelölt terület, amely az önkormányzatnak a különböző terveiben, stratégiai dokumentumban már évek óta szerepel. Tehát az önkormányzat részben a volánbusszal, illetve a MÁV-val is egyeztetésben, ugye évek óta szeretné, hogyha ezen a telepi részen lévő, valóban vasúti, MÁV-os tulajdonban lévő területen valósíthatnánk meg az intermodális csomópontot, ami azt jelenteni, hogy a városközpontból a volánbusz pályaudvart kihelyeznénk oda, ami azt gondolom, hogy minden szempontból logikus és egy jó intézkedés lenne, hiszen ugye a városközpontnak ez a fajta terheltsége az megszűnne. Természetesen nem jelenteni azt, hogy a volánbuszok nem jönnének be a városközpontba, de azt gondolom, hogy az nem jelenti azt, hogy feltétlenül itt kéne, hogy legyen a városnak a szívében a volánbuszoknak a parkolója, illetve az az ideiglenes tárolója. Tehát a terv az, hogy egy helyen kerüljenek ezek elhelyezésre. Hát itt is ugye azt arról tudok beszámolni, hogy egyelőre még nem jelent meg olyan pályázat, amin ezt a programot el tudnánk indítani, vagy mi, vagy a vasúttársaság, vagy akár a volánbusz, de nem tettünk le arról, hogy akár közép vagy hosszú távon ezt a volánbusz pályaudvart, ezt áthelyezzük oda, és természetesen az áthelyezéssel együtt szeretnénk a már említett korszerű és nagyszámú gépkocsi befogadására alkalmas parkolóhelyet is, P plusz R parkolóhelyet ott majd kialakítani. De ezek tervek, ez a jövő. Amiről most tudunk beszélni, az az állomás épület, illetve annak a környezetének a forgalomszervezése, amiben továbbra is szükség van erre a megtűrt állapotra, hogy ott az autók meg tudjanak állni. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ott azért a vasúttársaságot is meg lehet érteni, tehát ha bármilyen baleset történik például, akkor nyilvánvalóan ők lesznek azért a felelősek, hogy valakinek kitörik a bokája, ott a valamelyik gerendán elcsúszva, akkor nyilvánvalóan ők lesznek a felelősek, és hát a különböző hatóságok vegzálhatják őket, hogy egyébként ott miért is parkolnak valójában, amikor hivatalosan ott nem lehetne a területükön. De nyilvánvalóan amíg nem lesz egy jobb megoldás, addig ezt kell eltűrni, illetve ezt kell adott esetben komfortosabbá tenni, és akkor itt térnék rá arra, hogy a pályavasút igazgatósággal folytatott egyeztetéseknek ugye a második felében, ugye a második körében, pedig, ami éppen ezen a héten volt, pedig elkezdtük a konkrét tárgyalásokat arról, hogy az önkormányzat a korábbi kezdeményezésnek megfelelően a szakcégével, a Kövál ZRT-vel, amely ugye a városüzemeltetési feladatokat ugye városszerte ellátja, átveszi a MÁV pályaudvar, illetve a MÁV, pontosabban a vasútállomásnak az utasforgalmi részeinek a működtetői, kezelői feladatait. A szerződést egyeztetjük a Kövál bevonásával természetesen, tehát egy ilyen önkormányzat Kövál MÁV 3-as tárgyalás indult meg a napokban, ami alapnak nagyon bízom benne, hogy az lesz az eredménye, hogy a Kövál fogja ezt a feladatot ellátni, ami azt fogja majd eredményezni, hogy az minden utasforgalmi terület, tehát ahol az utasok megfordulnak, az a Köválnak az üzemeltetésében lesz. Magyarul a Kövál fogja takarítani ezeket a területeket, a Kövál fogja a WC-ket takarítani, a Kövál fogja az utasvárókat takarítani, minden forgalmi területet a Kövál fog takarítani, a környező, a gyalogjárdákat a Kövál fogja takarítani, a peronokat, aluljárókat a Kövál fogja takarítani, illetve a sikosságmentesítésről, a hóeltakarításról is a Kövál fog gondoskodni.
És ez a megbízás, ez nagy valószínűség szerint ki fog terjedni az ön által is említett gyommentesítésre, parlagfűírtásra is, különösen ott a telepi részen. Ugye az is kiderült az egyeztetésekből, ugye jelenleg a külső szolgáltatóval, ezt most is egy KFT-vel látja el ezt a feladatot a MÁV, tehát az ez alapján kötött szerződése, ha jól tudom, akkor évi két kaszálás van előírva a vállalkozónak, illetve ő ennyit vállalt a szerződés alapján. Ugye már nyilván rögtön jeleztük a Takács Endre vezérigazgatóra, hogy minimum 4 szükséges ugye a mostani időjárási viszonyok mellett, hogy azt nagyjából gazmentesen, meg parlagfűmentesen lehessen tartani. Tehát erre is ki fog terjedni reményeink szerint ez a megállapodás. Az egyeztetéseknek a jelenlegi fázisában ugye azt tudjuk nagyjából előre vetíteni, hogy legkorábban februártól elindulhat, tehát átkerülhet ezeknek a karbantartása, a működtetése a köválhoz. Tehát most a MÁV illetékes vezetőjével nagyjából azt prognosztizáltuk, mert ugye valóban mi is próbáltuk megbecsülni, hogy mikorra kerülhet sor szerződéskötésre, és ez úgy néz ki, hogy a reményeink szerint január végén ez megtörténhet, tehát szerződést tudunk kötni, és akkor februártól már a kövál tudja ezeket a feladatokat ellátni. Még egyszer mondom, a MÁV most is egy külső vállalkozóval, tehát valamilyen KFT-vel szerződött le ezekre a feladatokra, de mi azt szeretnénk, hogyha a város lenne ennek a gazdája, mert azt gondoljuk, hogy legalább olyan színvonalon, vagy még jobban mi is el tudjuk látni a kövállal ezt a feladatot, mint ahogy ezt eddig ellátta egy külsős cég. Hihetetlenül sokat beszélgetünk most a MÁV-ról ebben a mai műsorban, de még mindig azon a területen, illetve azon a környéken kell maradnunk, mert egy kérdésről azért nem ejtettünk szót, ez pedig ugye a kijelölt gyalogátkelőhely létesítése. 4 gyalogátkelőhely, ha jól tudom, épülni fog nem sokára, illetve épülni, kialakításra fog kerülni majd Monoron. Azokról majd egy későbbi adásban szerintem beszélhetünk nyugodtan, amikor itt van az ideje, de most arra kérném, hogy azt mondjuk el a nézőknek, hiszen tudjuk, hogy az igény az meg lenne rá, hogy miért nem lehet ott jelen pillanatban 2016. decemberében kijelölt gyalogátkelőhelyet létesíteni. Hát ugye mi eredetileg is 5 gyalogátkelőhelyel indultunk, tehát mi 5-öt szerettünk volna most a városban első körben kijelöltetni, illetve kijelölni, megvalósítani. Egy nagyon komoly, nagyon bürokratikus és nagyon hosszú engedélyezési procedúra egy gyalogátkelőhelynek a kijelölése és a megvalósítása. Tehát korán sem annyiból áll, hogy kivisszük a fehér festéket, és akkor felfessük az útra. Tehát több engedélyezési hatóságnak a hosszas eljárási folyamata eredményeképpen lehet végül is egy zebrára engedélyt kapni. Ugye 4 gyalogátkelő helye esetében szerencsére túl vagyunk ezen a folyamaton, tehát ezek a 2017-ben egészen biztosan meg fognak tudni valósulni. Itt már csak idézőjelben ugye az 5., hát nem hatóság, de időként hatóságként fellépő vagy viselkedő Démásznak a jóváhagyására, illetve a közreműködésére várunk, tehát hogy konkrét ajánlatokat adjanak, mert ugye a gyalogátkelő helyekkel együtt szinte mindenhol a közvilágítást is fejleszteni, vagy át kell építeni. Ugye itt szintén elég szigorú előírások vannak arra, hogy a gyalogátkelőhelyeket új létesítésénél hogyan kell megvilágítani, és ezek a helyek és az ott meglévő, jelenleg meglévő közvilágítás nem minden esetben volt alkalmas erre. Tehát már csak a Démászra várunk, hogy magát a pályázatot kiírhassuk a kész engedélyezési tervek alapján, illetve a költségbecslés alapján erre a 4 gyalogátkelőhelyre. De visszatérve a vasútállomásra, azt gondolom, hogy az 5 közül talán az egyik legfontosabb ez lett volna. Sajnos most jelenlegi formában nem tudjuk ezt megvalósítani. Nem rajtunk múlt, tehát amit lehetett, megtettünk az ügyben. A közlekedési hatósággal, a Pest-megyei közútkezelővel, a Volánbusszal egyeztettünk, több alkalommal helyszínbejárás volt. A probléma az, hogy ahol meg lehetne valósítani a gyalogátkelőhelyet, ott nincs értelme, mert a gyalogosok nem ott járnak. Ahol viszont meg kéne valósítani, tehát ez nagyjából a Gera kerten átvezető sétánynak a folytatása a túloldalra, tehát a Gera kert
bőle, hogy jövünk és megyünk át. Így van, és a szomszéd felé. Vagy a szemmel lévő, ha jól tudom, akkor Pékség közötti szakasz, tehát ahol igazán szükség lenne rá, ott nem lehet a jelenlegi állás szerint, illetve a jelenleg irányadó előírások szerint, ugyanis ez pont két busz megálló, volánbusz megálló között van, és a belátási problémák miatt, illetve a kettő busz megállónak a védőtávolsága miatt gyakorlatilag jelenleg ott lehetetlen a jelenleg hatályos előírások szerint. Ugye megvan, hogy a busz megálló esetében a busz mögött, illetve a busz előtt mekkora védőtávolságot kell hagyni, és ott gyalogátkelőhelyet nem lehet kijelölni. Most itt a mögötte lévő busz előtt is kevesebb hely van, illetve az előtte lévő busz mögött is kevesebb hely van, tehát semmilyen módon nem férne bele a védőtávolságba. És hát ugye abban is van némi igazság, hogy a jelenlegi formában még hogyha ha meg is valósulna, akkor lehet, hogy még baleset veszélyesebb lenne, hiszen azért ennek a két busz között kibukkanó gyalogosoknak a beláthatósága az tényleg elég rossz, főleg egy sötétebb időszakban. Már pedig ugye ez a gyalogátkelő hely azt ugye ezt úgy szokták mondani, hogy hamis biztonságérzetet kell tenni a gyalogosokban, hogyha nekem ott a Gerakertből kijöve a sétány folytatásában még egy zebrám is van, akkor én ott nyílegyenesen nyugodtan mehetek így tovább. Így legalább megállnak gyalogátkelő hely nélkül. Így van, itt legalább azt érzékeli, hogy ott vége van a sétánynak, és ott a közút van, és ott az lehet, hogy a két busz között veszélyes az úttestre, a közútra rálépni. Ha a zebra a jelenlegi formában ott lenne, én attól félek, hogy lehet, hogy még több lenne valóban a baleset. Magyarán az egyetlen megoldás az, hogy a busz megálló közül legalább az egyiket át kéne helyezni. De a volánbusszal erről sajnos még nem tudtunk megegyezni, mert ugye ha megnézzük, akkor olyan szinten tele van busz megállóval az a buszforduló, meg annak a környéke, hogy egyszerűen fizikailag nem fér el máshol. Több lehetőséget vizsgáltunk, ugye volt profi, most CBA üzlet most előtt is, illetve valóban ez a elmúlt napokban ugye szintén bezárt. Tehát a volt élelmiszer üzlet előtt is megvizsgáltuk, ott viszont a kanyarodási sugár nem olyan, valamint az előtte lévő parkolókat is meg kellene szüntetni, tehát magyarán annyira bonyolult, hogy gyakorlatilag jelen formájában szinte a lehetetlennel egyenlő ott egy parkoló kijelölésének az esélye, illetve egy gyalogátkelő hely kijelölésének az esélye, de mégse tettünk le róla, tehát újra neki fogunk rugaszkodni, most azon vagyunk, hogy ezt a négyet legalább csináljuk meg, amire engedélyünk van, és aztán utána újra megpróbáljuk, újra össze fogjuk hívni az érintett feleket, és akkor megpróbáljuk ezt valahol, tényleg olyan helyen, ahol van létjogosultsága megvalósítani. De még egy kérdés, ha már a vasútállomás és gyalogosok, ugye pont a terheltsége is a nagy autóforgalom, meg a nagy számú parkoló jármű miatt is, vagy arra is visszavezethetően, ugye az, tényleg az áldatlan állapotok vannak a személyforgalmi épület bejárata előtt, tehát ahol ugye az utasváróba, illetve a jegypénztárokhoz be lehet menni. Ugye az autók gyakorlatilag néhány centire a bejáratra odaparkolnak. Maradjunk abban, hogy szeretünk lehetőleg bemenni igen. Magába a vasúti kocsiba is, hogyha lehet autóval. Igen, csak ez azt jelenti, hogy nem, hogy babakocsival, vagy kerekesszékkel, de időnként még egyszerűen gyalogosan is alig lehet beférni a bejáraton. Hogy ennek elejét vegyük, ugye most a MÁV-val egyeztetve, ugye ott ki fogunk rakni egy megállni tilos táblát, tehát ahogy most a virágos bolt előtti szakasztól ugye ez meg van tiltva, úgy a közvetlen az épület előtt is meg fogjuk tiltani a parkolást, annak érdekében, hogy a gyalogosok azok beférjenek a jegypénztárokhoz. Hát ezek igazán nagyon jó hírek, úgy tűnik, hogy akkor a MÁV területen alakulnak a dolgok, és szépen lassan, de biztosan rendeződni fognak majd az ottani megoldásra váró feladatok. Hát ahogy hallhatták, polgármester urat, az önkormányzat mindent megtesz, és úgy tűnik, hogy a MÁV is partner ebben a kérdésben. Mi pedig abban leszünk most partnerek önökkel, hogy elmondjuk a legfrissebb híreket, információkat Tamarával, hiszen kezdődik a heti friss.
Szeretettel köszöntjük a december 10-i heti friss minden kedves nézőjét. Először az ünnepi fényben adventi ünnepség sorozat programjait hallhatják. December 11-én a megszokott időpontban délután 4 órakor a harmadik adventi gyertyagyújtásra kerül sor a Szent István téren, ahol köszöntőt mond Seres Győző baptista lelkész, közreműködnek a baptista egyház kórusának tagjai. December 17-én 4 órakor ismét lesz városi karácsonyi ünnepség, szintén a Szent István téren. Az ünnepi hangulatról a katolikus egyházközösség tagjai gondoskodnak élő Betlehemmel, közreműködik a Monori Strázsák néptánc együttes. Legfőképp a szeretet az oka, nem más, hogy karácsonykor megajándékozzuk egymást. Walt Disney gondolatának szellemében Balogh József és Rót Artúr családja a Monori Lokálpatrióta Egylet támogatásával immár negyedik alkalommal segíti a városban élő rászorulókat egytál melegétellel, palacsintával és csomaggal. A december 17-én szombaton 15 órakor kezdődő jótékonysági rendezvény a Szent István téren lesz, ahol a rászorulók mellett bárki megkóstolhatja a kínált ételeket, a forralt bort és a meleg teát ingyen. További felajánlásokat tehetnek a következő elérhetőségek valamelyikén. Balogh József 0670 337 0601-es mobilszámon, Rót Artúrnál személyesen, illetve az egylet e-mail címén lokalpatriota@inex.hu. A szervezők mindenkit szeretettel várnak december 17-én 3 órától a Szent István téren. Egy nappal később, december 18-án 4 órától az utolsó, negyedik adventi gyertya meggyújtására várjuk Önöket a szervezőkkel együtt. Közreműködik az Evangélikus Egyház kórusa, ünnepi gondolatait pedig Selmeci Lajos evangélikus lelkész mondja el. 17 órától ismét jótékonysági koncert lesz a Monori Református Nagytemplomban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. December 24-én valamennyi egyház ünnepi istentiszteletet tart délután 4 órától. A református kis templomban gyermekkarácsony, az evangélikus és a református nagy templomban istentisztelet, a katolikus nagy templomban pásztorjáték lesz. Az éjféli szent mise a katolikus nagy templomban lesz. December 11-én és december 18-án vasárnap a Vigadó földszintjén 11 és 16 óra között kézműves foglalkozásokkal, vásárokkal várják Önöket. Az ünnepi fényben adventi ünnepség sorozat programjai között december 15-én a Vigadóban a Monori Zeneiskola növendékeinek koncertjén vehetnek részt. A programra szeretettel várják Önöket. December 3-án megnyitott a kapuit a Monori sportpályán immár harmadik alkalommal a jégpálya, aminek köszönhetően megkezdődött a korcsolya oktatás. Az iskolai tanítási napokon az óvodai nevelés és iskolai oktatás keretein belül idén is ingyen használhatják a jégpályát a monori gyerekek, olvashatjuk Monor város közösségi oldalán. A január 28-áig tartó korcsolya szezonban az önkormányzat finanszírozza, a Vigadó Kulturális és Civil Központ pedig koordinálja a gyerekek korcsolya oktatását, illetve az intézményekből busszal történő szállítást is. Az utazás ideje alatt az önkormányzat az óvodai, iskolai pedagógusok segítségével gondoskodik a gyermekek felügyeletéről. Az oktatás idején a korcsolya oktató felügyeli a gyermekeket, és ő felel a gyermekek testi épségéért, biztonságáért, vállalja az oktatásra hozott, az oktatás idejére rájuk bízott gyermekek fokozott felügyeletét, biztonságos korcsolya oktatásuk feltételeinek megteremtését, a balesetek megelőzését. Az oktatásokra jelentkezni az iskolában az osztályfőnököknél, testnevelő tanároknál, az óvodákban az óvónőknél lehet. A jégpálya a nagy közönség részére hétfőtől csütörtökig 15 és 20 óra között tart nyitva, míg pénteken 17 órától 22 óráig üzemel, ugyanis december hónapban minden pénteken jégdiszkóval várják a közönséget. Szombaton és iskolaszüneti napokon 9-től 21 óráig, valamint vasárnap 9-től 20 óráig lehet használni a jégpályát. A sárgazsákos hulladékot december hónapban a következők szerint szállítja el a Kövázi RT. Monor 1-es körzetében december 19-én, a 2-esben december 20-án, a 3-asban december 21-én, Monor 4-es körzetében december 22-én, még az 5-ös körzetben december 23-án. Péteriben és Vasadon december 16-án pénteken szállítja el a szolgáltató a sárgazsákos hulladékot. Dr. Zsombok László polgármester hivatalos közösségi oldalán a következő örömteli hírt olvashatjuk.
Az év honlapja díjátadóra voltunk hivatalosak. 2016-ban az önkormányzatok és a települések kategória minőségi díjas honlapja, Monorváros megújult weboldala. Ezúton is gratulálunk! Az elmúlt évek tapasztalatai igazolják, hogy az év végi ünnepekre való készülés, a növekvő bevásárló forgalom a bűnözőket, zsebtolvajukat is aktivizálja. Pénztárcájukat, értékeiket, irataikat ne a táskában, hanem a kabát belső zsebében tartsák. Ha nem feltétlenül szükséges, ne vigyenek magukkal kézitáskát, vagy azt tartsák zárt állapotban, lehetőség szerint szorosan a testük mellett. A bevásárlókocsira ne tegye se a táskáját, se a kabátját, mert egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy az abban lévő értékeket elvegyék. Ne vigyen több készpénzt magával, mint amennyire előreláthatólag szüksége lesz a bevásárlás során. Bankkártyájára is vigyázzon, ne tartsa mellette a PIN kódot. Mielőtt pénzt vesz fel, figyeljen arra, hogy ne álljon ön mögött senki. Napjainkban egyre többen vásárolnak internetes webáruházakban. Ebben az esetben is legyenek óvatosak a személyes adataik és bankkártyájuk adatainak megadásakor. Nézzék át a webáruház működési szabályzatát és a fizetési feltételeket. Ha lehet, válasszanak utánvételes fizetést és figyeljenek a visszavásárlási garanciára. A bankkártyával fizet, válasszon olyan internetes áruházat, ahol a fizetés valamely pénzintézet internetes oldalán keresztül történik. A parkolókban hagyott autóval kivilágított helyen, ha lehet, őrzött parkolóban álljon meg. Az utastérben ne hagyjon látható helyen értékeket, műszaki cikkeket. A már megvásárolt ajándékot a vásárlást követően a csomagtartóba tegye be. Ellenőrizzék, hogy valóban bezárták-e a járművet. Az ablakokat mindig húzzák fel. A jármű indítókulcsát is nehezen hozzáférhető helyre tegye el. A nadrág hátsó zsebe nem biztonságos. Az áruházak parkolóiban ilyenkor megjelennek az adománygyűjtők és az értéktelen bóvli tárgyakat kínáló árusok. Ezeknek a személyeknek a pénzünk megszerzésén kívül gyakran céljuk az is, hogy adatainkat megszerezve később bejussanak a lakásunkba. Legyünk óvatosak. Ha vásárolni indulnak, arra is fordítsanak fokozott figyelmet, hogy a lakás nyilászáróit megfelelően zárják be. Amennyiben riasztó berendezés is van az ingatlanban, induláskor azt élesítsék. Ha hosszabb időre utaznak el az ünnepek idején, kérje meg szomszédját, barátját, hogy néhány naponként menjen be a lakásba, kapcsolja fel a villanyt, ürítse ki a postaládáját. A közterületeken a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében az év végi ünnepek idején a Monori Rendőrkapitányság fokozott rendőri jelenlétet biztosít. Köszönjük figyelmüket! Folytatódik a beszélgetés dr. Zsombok László polgármesterrel. Kedves nézőink, a folytatásban egy kicsit a sportos városi életről fogunk beszélgetni. Egy idén elkezdődött, de jövőre befejezésre kerülő beruházás lesz az első témánk, ez a sportcsarnok. Van ugye a sportcsarnokkal kapcsolatban egy honlap, ahol lehet gyakorlatilag tájékozódni arról, hogy éppen mi történik, vagy mi nem történik. Azt látjuk, hogy még semmi nem történik, ettől függetlenül a háttérben azért mennek a papírmunkák. Igen, hát ami a látványos részét érinti a beruházásnak, természetesen az még nem indulhatott el, de az eredeti ütemezés szerint sem gondoltuk, hogy decemberben érdemi munkálatok kezdődhetnek el, hiszen ugye egy viszonylag hosszú közbeszereztetési folyamaton keresztül kell végül majd a kivitelezőt kiválasztania az önkormányzatnak, és jelenleg ez van folyamatban. A közbeszerzési eljárás, anélkül, hogy a nézőket untatnám vele, de egy elég összetett és bonyolult, gyakorlatilag háromfordulós eljárás típus, és ennek most a második fordulója kerül majd lezárásra a képviselőtestületnek a csütörtöki ülésén. Az első kör az a részvételi jelentkezési szakasz volt. Ugye ebben minden a pályázat vagy a beruházás iránt érdeklődő építőipari cég jelezhette a részvételi szándékát.
Ugye ez a szakasz lezárult, ugye ezen szakasz lezárultával ugye az önkormányzat azt állapíthatta meg, hogy 19 cég volt, amelyik jelezte a részvételi szándékát, tehát ennyien érdeklődtek előzetesen a beruházás iránt, és hát ezek között a cégek között gyakorlatilag az országnak a legnagyobb építőipari cégei is szerepeltek. Ugye most következik a második szakasz, ugye a második szakaszban már csak az előzetes részvételét jelző cégek vehettek részt, tehát ez a 19 cég, ennek a második szakasznak lesz csütörtökön majd a lezárása, amely ugye tovább szűkíti a mezőnyt, hiszen a második szakaszban már egyfajta pénzügyi, illetve műszaki alkalmassági feltételrendszernek is meg kell felelni, illetve továbbra is fenn kell tartani a részvételi szándékot, és ha a második szakaszt is lezárja az önkormányzat, akkor következik végül is a klasszikus ajánlattételi szakasz, amikor pedig a rostán felmaradt cégek ajánlatot adnak, árajánlatot adnak a csarnoknak a megépítésére, és nyilván a képviselőtestület, illetve a döntő bizottság ugye ebben a kérdésben tud akkor majd állást foglalni, hogy ki legyen a kivitelező, tehát most ez a szakasz zajlik a beruházásnak. Jelenleg úgy számolunk, hogy februárra lehet szerencsés esetben meg a szerződés majd a leendő kivitelezővel, tehát ez azt jelenti, hogy februárt követően valamikor tavasszal indulhatnak meg a tényleges építési munkálatok. A szerződést, amely ugye már, vagy szerződés tervezetet, ami ugye része a dokumentációnak, illetve hát természetesen ugye megjelöltük azt, hogy mikor van a befejezési határidő, tehát ebben a szerződés tervezetben ugye az szerepel, hogy 2017. november 30-áig kell a beruházást befejezni, tehát mi majd a leendő kivitelezővel egy olyan szerződést szeretnénk kötni, amiben ugye ő azt vállalja, hogy november 30-áig befejezi ezt a beruházást, hiszen azt követően az önkormányzatnak még ugye egy hónap kell, hogy a átadás átvételre rendelkezésre álljon, illetve nekünk a pénzügyi elszámolást is le kell bonyolítanunk a támogatóval, ami ugye ebben az esetben ugye a magyar kormány, illetve annak képviseletében a belügyminisztérium. Hát polgármester úr, itt menet közben számolgattam kicsinke ujjaimon, ez egy testvérek között is 9 hónapocska, ami 9 hónap áll rendelkezésre. Na most azért egy sportcsarnok, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy mondjuk könnyű szerkezetes lakóház, amit 2 hónap alatt felhúz a kivitelező, aztán majd csinál vele az építető, amit szeretne. Elég lesz ez a 9 hónap arra? Hogy minden ott legyen, az a kábel az ott fusson, a 220 az, vagy 380 az ott legyen, ahol lenni kell, hogy mondjuk a kiépített, akár élő közvetítésre is alkalmas rendszer, az ne mondjon csődöt akkor, amikor használni kelljen. Ne kapcsolódjon le a világítás azért, mert éppen a nem tudom én is sorolhatnám. Én sem értek hozzá, de a szakemberek azt mondják, hogy elegendő. Tehát ehhez a műszaki tartalomhoz, ami egyébként nem alacsony, tehát ez egy viszonylag magas minőségű épület lesz, legalábbis ezt szeretnénk. Tehát elegendőnek kell, hogy legyen a 9 hónap. Természetesen ez alapvetően ugye magának az épületnek, illetve az épületbe beszerelt, beépített felszereléseknek a beépítését jelenti, illetve annak a készlejelentését jelenti a november 30-ai határidő, de mondjuk az ilyen kisebb berendezési munkálatok, meg az utolsó simítások, azok nagy valószínűséggel azért el fognak természetesen még húzódni, tehát utána is lehet még némi munkálatokra számítani. Én azt gondolom, hogy 2017. januárjára nagyjából működőképesen átadásra kell, hogy kerüljön a sportcsarnok. És akkor lesz egy legalább akkora nyitóbuli a sportcsarnoknál, mint amekkora nyitóbuli volt december 3-án a 3. UPC Monor jégfesztivál keretében. Ez az, amiről mi most nem fogunk beszélni, magáról a megnyitó napjáról, viszont arról mindenféleképpen, hogy a monori önkormányzat mivel vette ki a részét a jégpálya kialakításában, anyagi fedezetet mire kellett biztosítania. Hát oroszlán részt vállalt a monori önkormányzat, illetve az önkormányzatok igazgató Kft-n keresztül a gyakorlatilag az egész nyitó bulit szervezte. Tehát ugye most az első évben, ugye most harmadszor rendeztük meg a UPC-vel közösen ezt a
jégfesztivált, illetve a jégpálya átadó ünnepséget. Az első évben volt, amikor a UPC volt a szervező, és akkor valóban a költségeknek a nagyobbik részét a UPC vállalta magára. Már tavaly ez az arány megfordult, tehát akkor mi kezdeményeztük, mi voltunk a motorjai ennek a programnak, a UPC pedig egy nem elhanyagolható mértékű szponzorációt vállal, de azért a költségeknek a jelentős részét az önkormányzat vállalta magára. Nem biztos, hogy pontos lesz az adat, de nagyjából 2/3-1/3 arányban viseljük a teljes, nem csak a megvalósításnak a költségét, hiszen ugye a jégpályát ugye nem csak át kell adni, hanem azt követően ugye majdnem 2 hónapig üzemeltetni kell, tehát ugye ez 2017. január 30-áig lesz nyitva, egészen pontosan 28-áig, mert úgy jön neki a naptári napok, tehát 28-áig lesz nyitva a jégpálya, és ennek a folyamatos működtetését ugye ezt mi magunkra vállaltuk, valamint ugye magunkra vállaltuk, ahogy a korábbi években is a gyerekek, tehát a monori köznevelési intézményekben, óvodákban, iskolákban, általános iskolában, illetve a József Attila gimnáziumban tanuló diákoknak a korcsolya oktatását, illetve a jégpályára szállításnak a költségét is. Tehát azt lehet mondani, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is december 3-ától 2017. január végéig a monori iskolában tanuló gyerekek, hát ott, ahol nyilván a szülő jelzi ezt a szándékát, azok reményeink szerint többször is ki fognak tudni menni a pályára korizni, és úgyhogy gyakorlatilag semmibe nem kerül. Ha saját korcsolyájuk van, akkor egész biztos, hogy ha nem, akkor pedig kedvezményesen tudnak korcsolyát is bérelni. Hát az biztos, hogy ez egy kiváló lehetőség a mindennapos testnevelés óráknak az egyik kiváltására, és ha utazni, sétálni sem kell, mert pikpak odaérnek busszal, akkor meg aztán végképp ezt az időt is erre lehet fordítani. Mennyire népszerű egyébként ez a sportolási lehetőség a diákok között? Nehéz volt beosztani? Gondolom nem volt egyszerű, hogy melyik óvoda, melyik iskola, melyik csoportja, hogyan, hány órától hány óráig, melyik napon? Hát az első évben nyilvánvalóan inkább azért volt nehéz, mert ugye akkor szerveztük meg ezt először. Ugye itt ezúton is szeretnék köszönetet mondani az iskoláknak, az óvodáknak, a vezetőiknek, illetve azoknak a kollégáknak, osztályfőnököknek, testnevelés tanároknak, akik részt vettek az órarendnek a megalkotásában, ami egyébként itt van előttem, és amiből ugye az látszik, hogy gyakorlatilag minden nap reggel 9-től délután 2-ig tele lesz a jégpálya, mert ugye teljesen sikerült betáblázni, tehát minden napra, minden órára van olyan iskola vagy óvoda, amelyik igénybe veszi. És hát értelemszerűen ugye nekem a kollégáimnak, meg az iskoláknak, óvodáknak, a kollégáinak kellett a szervező munkája hozzá, meg hát nyilván azok a szülők, akik jelezték, hogy igen, ők szeretnék, hogyha a gyerekük menne korizni. Hát ezt a lehetőséget, tehát január végéig akkor ki lehet használni, délelőtt a sulisok vannak, de délután egy pálya karbantartást követően, ha jól tudom, akkor egészen este 9 óráig nyugodt szívvel, lélekkel önök is igénybe tudják venni. Azért balesetmentesen korizzanak, erre nagyon-nagyon figyeljenek, és ha már annyit beszéltünk a sportosságról a mostani beszélgetésben, meg a jégpályáról, akkor most nézzük meg azt a reklámriportot, amelyben Kara Anita vezérigazgató helyettes el fogja mondani, hogy arra megnyitóra és az azt követő időszakra, tehát a következő jó néhány évre mi mindennel készült a helyi távközlési szolgáltató. A harmadik UPC Monor Jégfesztivál megnyitójának összefoglalója következik. Thank you.
sikerült egy hagyományt teremteni, és nagyon bízom benne, hogy a mai napon is legalább annyian, vagy még többen leszünk itt, és élvezzük a programokat és a jeget a térbeköszöntével, mint tavaly vagy tavaly előtt voltunk. Persze úgy látom, hogy vannak most már rutinos vendégei a jégpályának, akik tudják, hogy mikor kell érkezni, és inkább kivárnak, és akkor, amikor a programok igazából elindulnak és megkezdődnek, akkor érkeznek ide. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy itt vannak velünk. Az önkormányzat, ahogy azt mindig szoktuk mondani, nagyon fontosnak tartja a helyi sportéletnek a fejlesztését. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy olyan időszakban, amikor egy kicsit korlátosak a mozgási lehetőségek, akkor minél többen sportoljanak, minél többen mozduljanak ki, vegyenek korcsolyát és jöjjenek ki a jó levegőre. Ugye hát a szülők gyakori panasza a mai fiatalokkal szemben, hogy állandóan csak a számítógép vagy a televízió előtt ülnek. Azt gondolom, hogy itt egy jó lehetőség, hogy ebben a téli hideg időben is megmozgassuk magunkat. Köszönöm szépen a UPC-nek a támogatását, amit az idejében is nyújtott ehhez a programhoz. Karra Anita, tudom, hogy már nem csak marketing vezető, hanem egyenesen a UPC vezérigazgató helyettese, ugye tavaly óta előlépett ebben a pozíciójában is. Részleteiben el fogja majd mondani, hogy mi a mai programnak, illetve ennek az idei szponzorációnak az apropója, hogy a UPC is egy jelentős fejlesztést végez éppen a napokban itt Monoron, illetve hát a 29-es körzetben, aminek köszönhetően ugye már wifi kapcsolat, illetve várhatóan egy sokkal szélessávú, jobb minőségű internet kapcsolat lesz elérhető a Monori és a 29-es körzetnek a háztartásaiban. És csak még egy gondolat, ugye szokták azt mondani, hogy és hát van egy olyan évtizedek óta önmagát tartó nézet, miszerint azok az igazi fejlesztések, amiben ugye tégla van, azok a jó programok, azok a jó városi beruházások, aminek az eredményeképpen valami megépül. És hát ugye szokták ugye hozzám hasonló politikusok mondani, hogy a még jobb, hogyha lehetőség szerint valami márványtáblát erre el lehet helyezni. Igen, nem, csak ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy önmagában a téglából még nem lesz közösségi élmény, a téglától még nem fogják jól érezni magukat a monoriak, vagy adott esetben a környékbeli településnek a lakói. Tehát azt gondolom, hogy szükség van ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, programokra, koncertekre, hogy valódi közösséget építhessünk itt Monoron. Minél több monori összejöjjön, színvonalas programokon szórakozzon, és tényleg igazi közösségé váljon Monor lakossága. Anita, a harmadik alkalommal került megrendezésre a UPC Monor Jégfesztivál. Hát mekkora öröm ez a szolgáltatónak? Nagyon nagy öröm. Hagyományt teremteni, az mindig egy fontos dolog, és azt gondolom, hogy a harmadik alkalom az most már kimondható, hogy hagyomány volt, és lesz, és marad. Miért vállaltátok fel ezt a hagományteremtést? Hát, mint szolgáltató szerintem kötelességünk hozzájárulni ugye a térségnek, a 29-es körzetnek és Monornak az életéhez, részt venni abba, szerintem ez kötelességünk. És ez egy csodálatos lehetőség. Ugye egyrészt a jégfesztivál, az időszak, ami a karácsony, a jégpálya, és az, hogy ugye a gyerekeknek is biztosítunk korcsolyázási lehetőséget, és azt is mi szponzoráljuk. Szerintem ez mind jó dolog, amit szívesen teszünk a közösségért. Erre a mai napra még nagyon-nagyon sok minden jó dolgot hoztatok. Itt mellettünk hokizni lehet, meg lehet nézni minden szolgáltatást, de mi minden? Hát ez a helyzet, hogy egyrésztről mellesleg én is a kislányommal vagyok itt, úgyhogy ő is már próbál ki mindent, és már készült, tehát ő tudja, hogy Monorra jövünk, és nagyon örül neki. Hát szolgáltatás szempontjából rengeteg minden újdonságot hozunk, illetve hoztunk itt, ugye ki is lehet próbálni, és meg is lehet nézni mindent. Egyrészt ugye a szórakoztatás területén, igen, rengeteg tévécsatorna és HD csatornák ez van volt, de emellé ugye jön a
műsor visszanéző szolgáltatásunk, ami szerintem tényleg egy egyedülálló szolgáltatás, 7 napon keresztül lehet visszanézni a TV műsorokat, ami azt jelenti ugye, hogy egyszer a műsor újságunk az 7 nappal visszafelé is működik, és ahol látunk egy ilyen kis jelet, megnyomjuk, és abban a pillanatban indul újra az adás arról a napról és abból az időből. Szerintem ez nagyon-nagyon jó, az ügyfelektől rengeteg olyan igényt kaptunk, hogy új ez a felvétel dolog, hát most vagy sikerül felvennem, vagy nem, amit szerettem volna, elcsúszik, stb. Ez itt mintártalanná válik. Úgyhogy jön ez a szolgáltatás, aztán természetesen ugye a Horizon Go, az is egy fantasztikusan jó történet, ez egy applikáció, amin keresztül minden tévéműsor és minden tévénk, ami otthon van, azt el tudjuk vinni ugye magunkkal is, és lehet nézni tévét, és ugyanúgy a műsor visszanézőnk is rajta van. Aztán ugye a MyPrime, ami a mi videótékánk sorozatokkal és filmekkel, az is elérhető lesz, és hát hoztunk, illetve hozzuk, nyilvánvalóan, amire igazán vártunk, a hatalmas nagy sebességet, az új hálózat, amit építünk, ugye az 500 megaképes hálózatunk lesz, 21. század minden elvárásának megfelelő, fantasztikusan jó sebességet fog biztosítani, de emellé jön még a Connect Boxunk is. Az pedig egy wifi eszköz. Nagyon sokszor van az, hogy ugye az emberek megveszik a nagy wifit, falból jön a megfelelő mennyiségű internet, viszont valahogy a wifi elosztás az nem működik már olyan jól. Ez akkor is fontos, amikor ugye több ember van a háztartásban, nagyobb családoknál, ahol szintén ugye a felhasználás is sokkal intenzívebb, és pláne a wifié. Na erre hoztunk egy olyan modemet, ami most már ezt a wifi élményt is teljessé teszi, és azt gondolom, hogy az internet élmény az így jó. A sebesség, ami jön a kábelből és a falból, és mellé az a wifi élmény, amire nincs több kérdés a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy ezeket hoztuk, és hát nyilvánvalóan ugye a mobil szolgáltatásunk az ilyen szempontból nem újdonság, de azt gondolom, hogy a jövő hálózata kiegészítve egy ilyen mobil szolgáltatással, ami ugye korlátlan adatot biztosít, minden az internetről, a sebességről és az adatról szól manapság, szerintem ez egy elég nyerő dolog. Hihetetlen intenzitással beszélsz az új szolgáltatásokról, én azt remélem, hogy nagyon-nagyon sokan igénybe is fogják majd venni, és újra nagyon-nagyon sokan lesznek majd UPC-sek. Itt most azt látom, hogy jó néhányan töltögetnek, ajándékot osztogatnak a kollégánk. Miért? Miért kellenek ezek a dolgok még pluszba? Ezek az ajándékok, szóval, hát, hogy mindenkinek eszébe jusson, és tudja, és a fejében legyen, hogy amikor hallja, hogy itt van a UPC, akkor legyen nála minél több olyan dolog, ami ránk emlékezteti. Az biztos, hogy 2017 évelején Monorvárosa teljesen átalakul a távközlés szempontjából. Hogyan fogtok tudni majd haladni a későbbiek folyamán, hiszen a 29-es körzetben alaphangon 43 település biztosan van, hiszen mi is 43 településen jelenünk meg, mint Gemini Televízió. Igen, hát erre teljes tervünk van, hogy hogyan fognak következni a települések egymás után, illetve ugye folyamatos egyeztetésben vagyunk a polgármester kivitelezési szempontból, úgyhogy teljes terv van. Mi eléggé elkötelezettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ez most megvalósuljon jól, és mindenki megelégedésére. Jelen pillanatban valahol erre van a jégpálya környékén a télapó. Én arra kérnélek téged, hogy helyettesítsd egy picikét a télapót most itt a kedves nézőknek, és mondd el, hogy mi az, amit mint szolgáltató és mint magánember is kívánsz 2016 karácsony, és mit vársz te az új évtől, és mit kívánsz az új évre a nézőknek? Hát kezdeném azzal, hogy mint magánember, szerintem a karácsony és a karácsonyi időszak az év tényleg egyik legcsodálatosabb része. Én kívánok mindenkinek rengeteg szeretetet, rengeteg családi időt, lelki épülést feltétlenül, és hát emellé kívánok rengeteg szórakozást és pihenést. Mint szolgáltató, ahhoz szeretnék hozzájárulni, és az lenne a legjobb a jövőre nézve, hogy minél több UPC-s ügyfél tudja használni minden egyes szolgáltatásunkat a legnagyobb megelégedésére.
Kedves nézőink, a változások azok mindig nagyon fontosak, persze csak igazából azok, amelyek pozitívak, hogy a következő témánk az mennyire lesz, az azt én igazából nem tudom, mert egyáltalán nem értek az oktatás szervezéshez. Polgármester úrral viszont erről a témáról fogunk beszélgetni, egészen pontosan az iskolák ugye átkerülnek 2017. január 1-ével ismét a klikhez. Ezt a témát fogjuk most egy kicsikét kivesézni. Arra lennék nagyon-nagyon kíváncsi, hogy ugye régen az önkormányzatnál volt az oktatás. A feladatfinanszírozástól kezdve mindenig. Aztán jött a klik, ott tartott, nem tudom, talán másfél-két évig, de nem vagyok biztos benne, majd visszakerült minden az önkormányzathoz, és most megint klik. Mi lesz ennek a sok változtatásnak a vége? Ez ugye formálisan valóban így történt. Annyiban pontosítanék, hogy ugye nem a teljes spektruma a került át a kliktől az önkormányzathoz, illetve kerül most vissza újra az intézményfenntartó központhoz. Már a fenntartó és a működtető feladatok nem teljes spektruma. Ugye a köznevelési törvény akkor, amikor a Klebersberg intézmény fenntartó központ létrejött, akkor ugye úgy rendelkezett, hogy szétválasztotta egymástól a fenntartói és a működtetői feladatokat. Ugye ez már akkor is sokan voltak, akik kritizálták ezt a megoldást, mondván, hogy nem szerencsés, ha két gazdája van az iskoláknak. Leegyszerűsítve vagy sarkosítva a problémát, ugye azt is az iskola igazgatók részéről ugye visszatérően megfogalmazott kritika volt ezen a rendszer iránt, hogy ugye ők nem voltak főnökei, vagy nem voltak munkáltatói a kollégák egy részének, míg a fenntartói feladatból eredően természetesen ugye a tantestület, illetve a tanárok fölött valami fajta utasítási jogot gyakoroltak, addig például a takarítókkal, a portásokkal, a karbantartókkal szemben ezt, ha az önkormányzat vállalta a működtetést, akkor nem tudták gyakorolni. Ugye ez a helyzet, ez most változik. Akkor, amikor az önkormányzatunknak lehetősége nyílt arra, hogy visszavegye a működtetést, akkor mi ezt a kezdeményezésemre és a képviselőtestületnek a támogatásával rögtön megtettük. Ez másfél évvel ezelőtt volt, tehát ez 2015. szeptemberében. Hiszen egyfelől mi jobban jártunk ezzel anyagilag, az önkormányzat, másfelől én azt gondolom, hogy hát itt is legalább úgy, de és ezt most nem a saját véleményemre, hanem inkább az igazgatóktól, meg az iskoláktól visszaérkező véleményekre alapozom, tehát az tőlük visszaérkező vélemények alapján, hát azért még jobban is elláttuk ezt a feladatot az elmúlt másfél évben, mint korábban a klik, aminek természetesen sok oka volt. De én azt gondolom, hogy az egy jó döntés volt, amikor másfél évvel ezelőtt az önkormányzat a működtetői feladatokat átvállalta. Persze, hogy ez ne legyen ennyire ugye misztikus, tehát röviden ugye a működtetésben alapvetően az épület üzemeltetést értjük, tehát ez volt az a feladatkör, amelyet ha az önkormányzat úgy döntött, akkor maga végezhetett el. Hiszen az önkormányzatok továbbra is ezeknek az iskola épületeknek a tulajdonosai. És ez az új rendszerben, az új rendben sem változik. Ugye az önkormányzatoktól a tulajdont a köznevelési törvény sem vette el, hanem idézőjelben csak vagyonkezelői jogot kap a Klebersberg intézmény fenntartó központ, ami természetesen azért elég széleskörű jogosítványokat garantál nekik, de a tulajdon azért mégiscsak az önkormányzatnál marad. 2016. december 31-ig az önkormányzatok működtethettek, de a köznevelési törvénynek a módosítása miatt 2017. január 1-től ezt már nem tehetjük meg. Vagyis egy kézbe kerül újra az egész iskola ügy, ha itt tetszik, és a köznevelési intézmények, tehát a fenntartó és a működtető személye nem válhat el. Aki az iskolákat fenntartja, az állam, ő lesz az, aki az épületeket üzemelteti, és ezáltal főszabály szerint a takarítónéniket, a portásbácsikat, meg a karbantartó bácsikat foglalkoztatja. Tehát ez a gárda, aki egyébként nagyon fontos feladatokat lát el az intézményeknek a működtetése kapcsán, ez a jogszabály erejénél fogva főszabály szerint ugye átkerül az államhoz, és ott a klik alkalmazásában a legtöbb esetben ugye
közalkalmazottként folytatják a pályafutásukat. Ez Mondor esetében 43 főt jelent, tehát ennyi takarító, karbantartó és sportás dolgozik jelenleg az állami fenntartásban lévő köznevelési intézményekben. Ugye, hogy ez mégsem így lesz, és hogy még bonyolítsam azt, amit itt felvezetett, az azért van, mert a Monori tankerületi központtal, illetve annak a vezetésével való egyeztetéseink alapján jelenleg úgy áll a helyzet, hogy nagy valószínűséggel megegyezünk arról, hogy az említett munkakörök közül a karbantartók, azok nem a klikhez kerülnek át közalkalmazottként, hanem amennyiben a ma bő egy óra múlva kezdődő értekezleten sikerül velük egyelőre szóba megegyezni, úgy a köválhoz helyezzük át őket, és a klik egy vásárolt szolgáltatásként az 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Köván ZRT-től fogja a karbantartási feladatokat megvásárolni. Magyarán ilyen értelemben az önkormányzatnak továbbra is a marad ráhatása vagy közrehatása az intézményi működtetésre. A takarítónénik és a portásbácsik azok továbbra is, illetve azok az eredeti szándék szerint átkerülnek a klikhez, de a karbantartói brigád az a jelenállás szerint az az önkormányzat alkalmazásában, illetve hát közvetve, hiszen a Köválhoz fogjuk őket nagy valószínűséggel irányítani, fogja ugyanazt a feladatot egyébként ugyanott ellátni is. Csak végezni. Csak máshonnan kapja a fizetését. Csak máshonnan, hiszen a szándékaink szerint ugye a Köváltól fogja a fizetését kapni, és nagyon remélem, hogy ebben a kollégákkal meg is tudunk egyezni, hiszen ugye az ő ilyen típusú áthelyezésükről most már csak közös megegyezéssel tudunk dönteni, illetve közös megegyezéssel tudjuk őket áthelyezni, de a cél az lenne, és azt gondolom, hogy ennek a konstrukciónak vannak város szinten előnyei, hogy akkor a Köválnál csoportosulna egy olyan városüzemeltetésben, létesítménygazdálkodásban, építményüzemeltetésben profi csapat, amely egy kézben tartja össze a város intézményeinek a működtetői, az épületek működtetői, karbantartói feladatait, hiszen ha elkerült volna tőlünk ez a feladat, és a klik átvette volna ezt a egyébként 14 karbantartót, ettől függetlenül ugye a bölcsöde, a polgármesteri hivatal épülete, a vigadó, a művelődési ház, a gondozási központ, az óvodák, ezek továbbra is itt maradnak nálunk, és ezeknek a karbantartására továbbra is gondoskodni kell. Csak így én azt gondolom, hogy talán hatékonyabban vagy méretgazdaságosabban fogjuk tudni ezt a munkát megszervezni, hogy egy jóval nagyobb intézményhálózatot tud a Kövál karbantartani vagy működtetni. És hát ez is a cél, amellett, hogy természetesen alapvetően a jelenlegi státuszkót nem szeretnénk megváltoztatni, tehát azok a karbantartók, akik most a egyes intézményekhez vannak rendelve, azok főszabály szerint továbbra is ott fognak dolgozni. Alapvetően én azt gondolom, hogy ezek nem rosszak, voltak már ilyen összevonások, meg aztán megint szétment minden. Nyilván a szülők és a gyerekek, meg talán még a tanárok is azért ebből a munkából, ebből nagyon sok mindent nem fognak érzékelni, de azért az engem érdekelne, hogy megtörténhet-e az a helyzet, előállhat-e az a helyzet, hogy kiderül másfél-két-három év múlva, hogy ez sem volt jó, és akkor mindent vissza az önkormányzathoz? Meg, természetesen meg. Lehet, hogy ez a téma, ez még téma soha lesz, nem mondhatjuk és azt, a kis soromat. A puding próbálja az evés, tehát és köszönöm, hogy ezt fölvetette, mert lehet, hogy elfelejtettem volna mondani, hogy ezt, ha úgy tetszik, egy próbaidőre kötünk szerződést, illetve egészen pontosan egy éves határozott idejű szerződést kötünk így a klikkel a tervek szerint, és egy év múlva felülvizsgáljuk ezt a gyakorlatot, és akkor megnézzük, hogy a klik elégedette ezzel a rendszerrel, megfelelően végezzük a Köválon keresztül ezt a feladatot, és illetve, hogy a Kövál is elégedett a feladattal, meg az érte kapott díjazással. Én azt gondolom, hogy erre szükség van, ilyen helyzet még nem volt, tehát ezért is jó, azt gondolom, hogy ilyen határozott idejű egyéves szerződésben tudunk megegyezni, és aztán utána természetesen ezt felül tudjuk vizsgálni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek így olyan nagyon sokat egyik fél sem kockáztat. Azt viszont mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha egy év után a klik mégiscsak úgy dönt, hogy ő
maga szeretné ezt a feladatot tovább végezni, akkor az a 14 ember, akit most a köválhoz szeretnénk áthelyezni, azok úgy tetszik, akkor munkáltató jogutódlással, de átvételre kerüljenek a klikhez, tehát egyetlen ember se veszítse el azért az állását, mert mondjuk a működtető személyében változás történik. Hát ez is egy nagyon jó hír. Én nagyon-nagyon szeretem azokat a műsorokat, amikor ilyen jó és pozitív dolgokról tudunk beszélni, de nem szeretném önbe folytani a szót. Igen, csak egy mondat, mert ugye utalt arra, hogy hát a szülők vagy a gyerekek ebből nem sokat észlelhetnek. Persze az a szerencsés, hogyha nem észlelnek, viszont hogyha azt látják, hogy rövidebb reakcióidő alatt gyorsabban megoldódnak azok a problémák, amik mondjuk a karbantartás keretében jelentkeznek az intézményben, azt gondolom azért mégiscsak pozitív, és nekünk ez a célunk. Tehát szeretnénk egy olyan ütőképes csapatot felállítani, hogyha bármilyen gond van, vagy azonnali beavatkozási igény, akkor azt mi lehetőség szerint gyorsan meg tudjuk oldani, és ez a megfelelő karbantartói gárda, a szakértelemmel rendelkező ember, illetve eszköz, pénzparipa, fegyver rendelkezésre áll. És hát ugye az, hogy amiért utaltam arra, hogy miért jó, hogyha ez nagyobb rendszer, mert természetesen akkor ugye nyilvánvalóan ugye egy nagyobb gárdából tudunk gazdálkodni. Erre már egyébként a korábbi időszakban is volt példa, tehát azok a kulcs képességek birtokában lévők, akik most már ugye azért évek óta látjuk, hogy ugye nagyon fontosak az intézményeknél, és ugye nem szeretnék itt persze priorizálni, de mondjuk azt gondolom, hogy egy jó villanyszerelő az egy igen egy komoly érték az intézmény működtetés során. Tehát ezek az emberek, én azt gondolom, hogy sokkal több hasznot tudnak hozni az egész intézmény hálózatban, hogyha ők nem feltétlenül mondjuk egy intézményben ülve töltik le a 8 órájukat, és ha kell, mondjuk villanyt szerelnek, de ha nem, akkor faleveleket söprögetnek, hanem én sokkal inkább azt gondolom, hogy akkor nekik a képességeiket kihasználva úgy kell őket foglalkoztatni, hogyha az egyik iskolában van áramszünet, akkor oda tudjuk átcsoportosítani, hogyha a másikban van zárlat, akkor oda, a harmadikba kell valamilyen villanyszerelési munkát megoldani, akkor oda. Azért az előző rendszerben bizony előfordult az, hogy mondjuk a nemzetőr iskolának a ma már nélkülözhetetlen villanyszerelő kollégája, akkor, amikor egy másik iskolában valami sürgős villanyszerelési munka volt, akkor mondjuk levelet söpört a nemzetőrben, hiszen a nemzetőrben nem volt ilyen feladat, a másik iskolában viszont nem lehetett, mert nem mehetett át, és a másik iskola viszont kénytelen volt egy villanyszerelőt oda hívni, és utána számla ellenébe kifizetni a villanyszerelési munkát, amit egyébként Ábrahám Feri is meg tudott volna csinálni, talán megbocsátja, hogyha itt név szerint is említem. Jó, hát akkor ez is úgy látszik, hogy sinem van, és mi is sinem vagyunk természetesen, polgármester úrral fogunk még beszélgetni, ezt garantálom, de mi most megnézzük az ünnepi fényben adventi ünnepség sorozatnak a második adventi gyertya meggyújtásáról szóló összefoglalóját, hiszen ez is egy nagyon fontos, és itt szeretném jelezni, hogy holnap, tehát vasárnap 16 órakor ismét gyertyát gyújtunk, ezúttal a harmadikat, és remélem, hogy nagyon-nagyon sokan ott lesznek, a vigados kollégákkal együtt, meg hát a szervező egyházzal együtt mi nagy szeretettel várjuk Önöket. Most pedig akkor a második adventi gyertyagyújtás összefoglalója következik. Adventi hírnök friss fenyő ár, lobog az első gyertya ránk. Karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt. Újong a szívünk, darra gyúr, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyő át, lobog már két kis gyertya ránk. Hazörget Jézus, jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján. Újong a szívünk, darra gyúr, nincs már messze az Úr. Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket.
monori polgárok, kicsik és nagyok, ezen a szép együttlétünkön, adventi gyertyagyújtásunkon. Koszorúnak a második gyertyáját Keresztelő Szent János gyertyájának hívják újabban, ezt ma is én szembesültem vele, amikor olvastam egy rövid cikket erről. Amit szeretnék nektek elmondani a mai napon, hogy, hát, hogy az adventnek ma egy ilyen különleges lelkületét látom, hogy nem egyszerűen csak várakozásról van szó, hanem vágyakozásról ebben az adventben, hogy vágyunk valamire, és én azt hiszem, hogy minden egészséges, mondhatom normális ember ilyesmire vágyik, hogy szeretve legyek, hogy szeressek, hogy béke legyen az életemben, hogy öröm legyen az életemben, meg hogy az egész világon legyen béke, meg egység, és hogy ahol vagyok a családommal, a barátaimmal, a közösségemmel, meg harmóniába érhessek. Szerintem ez van belénk kódolva. És közben pedig, amivel nap mint nap szembesülünk, az meg pont az ellenkezője. Tehát bekapcsolom a tévét, és merénylet, háború, gyilkosság, betegség, katasztrófa, egyéb negatív dolgok többségében. Szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, lehet, hogy inkább azt mondhatjuk a mai ember, hogy a tévéműsor a lélek tükre. Hogy ami az emberben van, ugye az van a tévében, vagy amire az ember kíváncsi, azt mondta, hogy lehet meg is fordítani a dolgot egyébként, hogy aztán egy idő után arra lesz kíváncsi az ember, amit a tévében mutatnak. De minden esetre azt szeretném mondani, hogy az ember alapvetően a jóra vágyik, és mint hogyha a rosszal foglalkozna, és a rosszat tenné. Hogy mintha Ádámtól Évától így lenne. Mert ott a bűn következtében az ember megsebződött, és tudja, hogy mi a jó, és nincs ereje megtenni. És szeretne Jézust követni, Jézus képmása lenni, de nem megy. Nem tökéletes módon megy. És szeretné az ember a bűnt legyőzni, de arra is képtelen. És szeretne mély Isten kapcsolatban lenni, folyamatosan érezni azt, hogy az én Istenem itt van velem, mert szeret engem, és én őt szolgálom, és ritkán tudom az Istent az első helyre tenni. És az advent pedig éppen az az időszak, amikor akarunk hinni Isten ígéretében, hogy majd a megváltó, az majd mindent a helyére tesz. Hogy az ember a helyére kerül, és a világban lesz majd béke, meg lesz harmónia, és az én szívemben is. Izaiás próféta már erről beszél. Azt mondja, hogy majd a teremtett világban az állatok között is megvalósul ez a béke, akkor majd a farkas és a bárány nyal lakik, és a párduca gödőjével heverészik, a borjú, az oroszlán körök együtt híznak, és kisgyermek terhelgeti őket, folytatódik még tovább. Gyönyörű szép rész, ajánlom mindenkinek elolvasni Izaiás prófétánál a 11. fejezetben. És Izaiás prófét azt is megmondja, hogy az emberek világában se lesz más, hogy ítéletet tart majd a nemzetek között a messiás, és megfenyít számos népet, ők pedig kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsaikat szőlőmetsző késekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést. Hogy az Isten majd messiáson keresztül, Jézus Krisztuson keresztül elhozza nekünk a békét. De hát Jézus megszületett már 2000 évvel ezelőtt, persze most magára az ünnepre készülünk, és vajon akkor miért nem? Miért nem ezt érezzük, tapasztaljuk? Jézusban mindez megvalósul, de hogy az enyém legyen, a saját tapasztalatom legyen, meg a világnak a tapasztalata, hogy ez kell egy nagy lépés. 2000 évvel ezelőtt is erre a lépésre buzdított valaki, Keresztelő Szent János. Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. Ez megtérésre van szükség, a szívünknek az átalakítására. És ez mindig munka és feladat és kihívás, bár az Isten kegyelmével és segítségével. Először a szívemben kell dönteni, hogy hátat fordítok annak, ami rossz.
és kérem hozzá az Isten segítségét. És legyőzök, megpróbálok mindent legyőzni, ami bűn. És a szívembe fogadom az Istennek a szeretetét, és Jézusnak a tanítását, és akarom őt követni. És szépen kirostálok a szívemből mindent, ami nem odavaló. Ahogy a magot megtisztítják a pejvától, hogy feldobják, és a szél elfújja. A megtisztítást a szél végzi, de a magokat nekem kell feldobnom. Hát valahogy így van a szívemmel is, hogy az Isten kegyelme megtisztít, de valahogy az Isten felé kell az én szívemet emelnem, hogy ő tisztíthassa, és mindent, ami rossz, az kifújhasson belőle. És hogyha már a szívem tiszta és isteni, akkor már ott béke van. És akkor már tudom meghívni a másik embert is arra, hogy gyere te is, fedezd föl ezt az örömet, ezt a kincset, ezt a békét. Adventnek valahol talán ez egy nagyon mély üzenete, spiritualitása, hogy mi vágyakozunk arra, hogy az a, mindaz a jó, amit Isten ígér, az valóság legyen az életünkben, és várjuk is ennek a beteljesülését, és teszünk is érte, és hiszünk abban, hogy ez valóság, és hogy megtapasztalhatom, hogy az én szívemben lesz öröm, és lesz béke, és fogok tudni szeretni, és fogok tudni megújulva élni. Hát remélem, hogy Jézus mindnyájunk szívébe oda helyezi ezt a vágyat újult erővel, és ad hozzá kegyelmet, erőt is, hogy ezután, a vágy után induljunk, cselekedjünk, hogy így éljük meg ezt az adventet, hogy Jézusnak a békéje eljöhessen, megszülethessen mindnyájunkban.
Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked ezért a mai estéért, hogy rád figyelhetünk, és benned együtt lehetünk, és egyek lehetünk. Köszönjük, hogy meghívtál bennünket a Szent Adventre ebben az évben is. Segíts, hogy megtisztítsuk a szívünket, hogy meghalljuk mi is Keresztelő Jánosnak a hívását, ami megtérésre szólít, és arra a gyümölcsöket teremjünk a te kegyelmedből. Jézus, kérlek, légy velünk, áldj meg bennünket, növeld bennünk a szeretetet, a hitet, a vágyat te utánad, a vágyat arra, hogy úgy éljünk, ahogyan te szeretnéd, hogy éljünk. Amen. Imádkozzunk most együtt úgy, ahogyan Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretné megőrizni egészségét? Laborvizsgálatra van szüksége? Panasza van? Esetleg sportsérülését vizsgáltatná ki? Válassza a Monormed egészségügyi centrumot. Korszerű technológiával felszerelt, modern ultrahangkészülékkel ellátott, higiénikus rendelőkben, megfizethető árakon, kiváló reumatológus, kardiológus, belgyógyász, dietetikus, radiológus, bőrgyógyász, szülésznőgyógyász szakorvosok várják Önöket Monoron, az Ady Endre utcában. Jelentkezzen be a 06 30 287 84 09-es telefonszámon, vagy látogasson el a www.monormed.hu oldalra. Monormed, mert az egészség öröm. Kedves nézőink, a következő blogban szeretnénk polgármester úrral beszélgetni egy kicsit a 2017-es év gazdálkodásáról. Olyan nagyon sok mindent szerintem még most itt decemberben nem fogunk tudni mondani, gondolom én naívan, de azt már mindenféleképpen, hogyha a közmeghallgatás összefoglalóját jól figyelték, akkor azt polgármester úr elmondta ott a jelenlévőknek is, meg hát a tévén keresztül önöknek is, hogy 2016-ban azért nem volt szükség arra, hogy bármiféle fajta hitelt kelljen felvenni, ahhoz, hogy a város gond nélkül tudjon üzemelni. Én azt gondolom, hogy az előző évekhez képest ez egy nagyon-nagyon jó dolog és szép eredmény. Igen, én is ezt gondolom. Tehát az önkormányzatunk szerencsére most már évek óta stabilan gazdálkodik. Ebben természetesen nagyon nagy szerepe volt az állami adósság átvállalásnak. Az, hogy a kormányzati döntés alapján ugye ahogy oly sok más települést, úgy Monor Város Önkormányzatát is megszabadította az állam egy igen jelentős hitel tehertől, és igazából ennek a visszafizetésének az ódium az már nem tereli a költségvetésünket, de ezen kívül számos pozitív hatás vezetett oda, hogy egyensúlyban van a városi költségvetés, és oda, hogy stabilan gazdálkodunk, és nem szükséges, most már egyébként harmadik éve nem szükséges a újra megújított, de valójában ténylegesen igényben nem vett hitelkeretünkhöz hozzányúlni, illetve azt kihasználni. Tehát ugye a hitelkeretet, a munkabér hitelkeret, illetve a folyószámla hitelkeret esetében is ugye megújítjuk. A számlavezető pénzintézetünkkel ugye minden évben újra kötjük ezt a szerződést, tehát elvi lehetőségünk van arra, hogy hitelt vegyünk föl, de ténylegesen már harmadik éve nem kell ehhez hozzányúlni, mert a településnek a bevételei azok fedezik a kiadásait, és ugye eddig szerencsére hát elsősorban a különböző támogatásoknak, pályázatoknak köszönhetően a fejlesztésekre is futotta, és hát ugyanezt tervezzük 2017-re, tehát továbbra is stabilan szeretnénk gazdálkodni. Pozitív hatásként kell mindenképpen értékelni, és azt gondolom, hogy ez most már
nemzetgazdasági szinten is érzékelhető, hogy ugye beindult a magyar gazdaság, tehát különösen ugye a termelő beruházások. Ennek eredményeképpen pedig ugye látjuk, hogy a városnak az adóbevételei is most már jelentősen nőttek, tehát mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti szinthez képest gyakorlatilag minden adónemben egy jelentős és érzékelhető növekedés következett be, tehát az iparűzési adó, az építményadó, illetve a gépjármű adó bevételeink is nőnek. Ez természetesen ugye azt jelenti, hogy akkor több folyik be a kasszába, akkor az adóbevételek tekintetében is többből tudunk gazdálkodni, és azt gondolom, ez mindenképpen egy pozitív dolog. Nem csak azért, mert az önkormányzatnak több van, és mondjuk többet tudunk a városra fordítani, hanem azért is, mert az azt jelzi, hogy az itt működő cégek, gazdálkodó szervezetek, de adott esetben magánszemélyek is, hiszen azoknak is lehetnek bizonyos típusú adóknak az alanyai, azoknak összességében talán jobban megy, és ez azt gondolom, hogy mindenképpen pozitívum. Egy nagyon érdekes dolog vetődött fel bennem ugye évekkel ezelőtt, illetve minden évben van lehetőség arra, és talán a novemberi testületi ülésen tárgyalta az önkormányzat a helyi adóknak a kérdését, és annó, 3 évvel ezelőtt talán, akkor lett volna lehetőség arra, hogy vagy 2 évet, teljesen mindegy, ne is ebben merüljünk bele, lett volna lehetőség akár új adónem vezetésére is. És ezzel mégsem élt az önkormányzat, aminek nyilvánvalóan a monoriak hihetetlen mértékig örültek. Ettől függetlenül az látszódik, hogy elindult a gazdaság, több adó fut be, és ráadásul az adózási kedv is megnőtt, ugye erről beszélgettünk, amikor ön polgármester lett, hogy a kis figyelmeztető levélkék kimennek, hogy megkéri az önkormányzat, hogy időben fizesse mindenki. Tehát ez is azért megnőtt, és azért ez is nagyot lendített azon, hogy mondjuk 2016-ban sem kellett fölvenni hitelt. Hát ugye erre, tehát mind az adó nemek, mind pedig az adó egyes adónemeknek a mértékének a változtatásáról minden évben van az önkormányzatnak lehetősége, csak ezt ugye november 30-áig meg kell tennie. Tehát az adórendeletünket, ha november végéig módosítjuk, akkor az önkormányzatnak lehetősége van arra most is, illetve minden évben, hogy új adónemet vezessen be, vagy a meglévő adók mértékét módosítsa. Csak hát ugye most már ugye következetesen évek, sőt én azt gondolom, hogy most már lassan szinte évtizedek óta a monori önkormányzat ugye nem nyúl hozzá a meglévő adókhoz, illetve azoknak a mértékéhez. Azt gondoljuk, hogy ez is elég, tehát sokkal inkább talán a gazdaságnak az élénkülésével majd az adónemeknek az esetleges mérséklése lehet a cél, illetve hát azt látjuk, hogy ez már kormányzati szándék, és ugye konkrét intézkedések is történtek ebbe, tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább ez lehet az irány, mint az, hogy új adót vessünk ki, vagy a meglévőket emeljük, ez továbbra sem cél, és azt gondolom, az elkövetkezendőkben a gazdaságnak a jelenlegi állapotát látva ez nem is fog felmerülni majd. Egy teljesen egyszerű kérdés, minek nézünk elébe 2017-ben? Hát egyfelől, ahogy említettem, ugye szeretnénk 17-ben is stabilan gazdálkodni, szeretnénk, hogyha tovább nőnének az adóbevételeink, vagy legalábbis a korábbi, tehát a 2016-os évet sikerülne megismételnünk. Ugye voltak bizonyos magasabb jogszabályi változások, ami alapján bizonyos típusú adóbevételekben azért kiesésünk van, ugye itt a fuvarozó cégek kaptak kedvezményt, tehát ugye nem egyértelműen ugye minden adó bevétel esetében érezhető ez a tendencia, de összességében mégis azt szeretnénk, hogyha tovább nőhetnének az adó bevételeink. Szeretnénk ugye a kötelező, tehát az alapfeladatainkat a lehetőségekhez mérten a legjobb színvonalon ellátni. Ugye ez a korábbi terminológia, ami megkülönböztette a kötelező, meg a szabadon választott feladatokat, ez már így nem él. És hát ugye ember legyen a talpán, aki pontosan ki tudja olvasni azt, hogy jelenleg egy bizonyos település típusnak pontosan milyen kötelező feladatai vannak. Ugye jelenleg egyetlen jogszabály sem határozza meg ezt így taxatíve a magyar önkormányzatokról szóló törvény sem. De ennek ellenére ugye az egyes ágazati jogszabályokból azért viszonylag jól kiolvasható, hogy mik a kötelező feladatok, tehát ezeket szeretnénk lehetőségekhez mérten a legjobban, leghatékonyabban, leggazdaságosabban és a legügyfélbarátabb módon megszervezni, és hát mellette pedig szeretnénk minél többet fejleszteni, tehát szeretnénk, hogyha 2017 is a fejlesztésekről szólna,
Ugye a sportcsarnokról már beszéltünk, mint egy reményeink szerint szinte biztosan megvalósuló 2017-es beruházásról, de ezen kívül szeretnénk több kisebb-nagyobb beruházást megvalósítani. Szeretnénk a járdaprogramot folytatni, legalább a korábbi éveknek megfelelően, ez azt jelenti, hogy az idejében is, illetve 2017-ben is legalább 20 millió forintot, és nagyjából ebben a volumenben egy ilyen 2 kilométernyi járdát szeretnénk építeni. Pályázunk útépítésre, tehát ha valamiben hát kritikus, vagy önkritikusnak kell lennünk, akkor azt gondolom, hogy magával a közutakkal keveset foglalkoztunk. Én bízom benne, hogy egy most megjelenő útépítési, vagy hamarosan várható útépítési pályázat keretében, amiről egyébként már régóta beszélnek, és ez a pestmegyei kompenzációból valósulhat meg, de hazai forrásból. Tehát ennek keretében tudunk majd utakat is építeni. A külterületi utak építésére vonatkozó pályázatunk az éppen előkészítés alatt van. Ugye a járdákat említettem, az utakat említettem. Szeretnénk, hogyha ugye a zebrákról volt szó, és hát nyilvánvalóan azokat a fejlesztéseket, amiknek az előkészítését indítottuk meg, azokat is szeretnénk folytatni, vagy szerencsés esetben ugye befejezni. Egy viszonylag friss információként tudok beszámolni arról, hogy ugye a Monori Tankerületi Központ ugye egyfelől örvendetes módon, ugye Monoron működik majd tovább, és ugye 4 korábbi tankerületi vagy járási tankerületnek az összevonásából jön létre, de ez ugye azt is eredményezi, hogy ugye a Monor Város Önkormányzata megnyerte a tankerületi központnak az elhelyezésének a feladatát is. Ezt viszont, ha már így alakult, akkor szeretnénk úgy megvalósítani, hogy az egy emblematikus és fontos monori épületnek a felújításával járjon, és ez a volt kisegítő iskolának az épülete, ami korábban ugye egy ismert és köztiszteletben álló fogorvosnak az épülete volt, tehát ez a Széchenyi és a Petőfi Sándor utca között sarkán lévő épület, tehát itt ezt a helyszínt néztük ki az új tankerületi központnak, ugye a tankerület vezetésével már leegyeztettük, tehát ugye nekik megfelelő lenne a helyszín. Viszont ha már hozzányúlunk, akkor nem csak ezt az épületet szeretnénk kívülbelül felújítani, és tényleg egy reprezentatív, elegáns irodaépületté átalakítani, hanem az egész közterületet szeretnénk körülötte megújítani, hiszen azért az is elég elhanyagolt állapotban van, és az pedig már ugye régi terve az önkormányzatnak, gyakorlatilag mióta befejeződött a városközpont rehabilitáció, hogy a sétáló utcát azt folytassuk a Petőfi utcán, tehát ennek lehetne majd egy újabb szakasza, hogy azt a Petőfi utcai szakasz, meg mellette a kis gyógyszertár és a kisegítő előtti elhanyagolt parkot azt felújítsuk. Nagyon sok a terv, időről időre természetesen vissza fogunk majd ezekre a tervekre térni polgármester úrral, de mindezt már csak jövőre 2017-ben fogjuk megtenni. Az, hogy dolgozik a Monori Önkormányzat, azt az első kézből rovatban minden esetben megtudhatják, és most is 3 napi rendi pontot emeltünk ki ebbe a blokkunkba. Az egyik az a jégpályával kapcsolatos döntések, mindezt annak ellenére tesszük, hogy ugye a jégpálya már üzemel és működik, aztán megnézhetik azt, hogy a téli szünet alatti étkeztetést és a tűzifa beszerzésével kapcsolatos döntést hogyan hozták meg a képviselők a novemberi testületi ülésen. Itt azért 2 dolgot mindenképpen jeleznék, december 15-én csütörtökön délután 2 órától lesz majd az idei utolsó képviselőtestületi ülés, és persze az is egy nagyon fontos információ, hogy mind a Gemini Televízió oldalán, mind pedig Monorváros oldalán a testületi üléseket teljes terjedelmükben megtekinthetik, nyugodtan böngészenek mind a 2 oldalon, most pedig akkor következik az első kézből. A 19-es napirendi pontunk a város 2017. évi rendezvény tervének a megvitatása. Ugye minden évben a képviselő testület dönt az éves rendezvény tervre, amit azt követően ugye közzé teszünk, illetve véleményeztetünk, valamint a civil szervezetekkel is megosztunk annak érdekében, hogy
egyrészt a civil szervezeteknek a rendezvénye is ugye be tudjanak csatlakozni az éves program tervbe és a rendezvény naptárba. Másrészt, hogy lehetőség szerint minél kevesebb legyen az ütközés a városi rendezvények, illetve a magánszemélyek vagy egyesületek, civil szervezetek által, vagy intézmények által szervezett rendezvények között. A rendezvény tervet a Vigadó Nonprofit Kft. Készítette elő. Kérdezem az ügyvezető asszonyt, hogy kívánja ezt szóban kiegészíteni előterjesztést. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. A város 2017. évi rendezvénytervéhez, hát hogyha nincs, akkor összességében csak annyit jegyezhetünk meg, hogy akkor bízzunk abba, hogy a 2016. évhez hasonlóan a 2017-ben is egy színes és gazdag lesz a városnak a program kínálata. Jó, akkor... először a Vigadó, vagy először az Emberi Erőforrások Bizottságának a határozatát ismertetném. Ami egyfelől ugye elfogadásra javasolja a 2017. évi üzleti, illetve rendezvénytervet, valamint ugye, ahogy elmondtam, ugye annak megfelelően arra kéri a Vigadó Kft-t, illetve a Vigadó Kft-n keresztül a civil szervezeteket, hogy a programjaikat, rendelkezésükre álló plakátokat, tájékoztatókat vagy egyéb dokumentumokat időben juttassák el a Vigadó Kft. Részére. Aki tehát a határozattal egyetért és rendezvény tervet elfogadásra javasolja, az az igen gombbal jelezze. Képviselőtestület egyhangulag döntött a városi rendezvény terv elfogadásáról. 20-as számú napirendi pont a jégpályával kapcsolatos döntések. Az önkormányzatunk a költségvetéssel összefüggésben, vagy a költségvetés tervezésével összefüggésben ugye azt határozta el, hogy 2016-ban is megkívánja rendezni a jégfesztivál programot, illetve ugye nem csak a nyitó rendezvényt, hanem azt követően, mint egy két hónapig folyamatosan üzemeltetni kívánja a jégpályát Monoron. A pálya előkészítésével és az üzemeltetésével kapcsolatban semmilyen jelentős változás nem történne, vagy nem történik a korábbi évekhez képest, tehát a tavalyi és a tavalyi előtti gyakorlatnak megfelelően szeretnénk az idei, illetve a jövő idei végén, illetve a jövő év elején működtetni. December 3-án szombaton nyitna meg a nagy közönség előtt, és 2017. január 31-éig, pontosabban 28-áig működne, hiszen az az utolsó hétköznap. Ugye ezt követően zárna a jégpálya. Idejében is ugye tárgyaltunk a Vigadó Kft-vel, a UPC-nek a munkatársaival, és az idei évben is ugye ígéretet kaptunk arra, hogy a cég támogatja a rendezvényt. A korábbi évek, illetve a tavalyi évnek megfelelő összeggel fogja várhatóan szponzorálni a UPC a jégpályát. Tehát a nyitó rendezvényt, illetve az azt követő programokat. A jégpálya a hétköznapokon délelőtt továbbra is ugye ingyen lesz látogatható szervezett formában a monori óvodások és iskolások részére, míg délután 2 órától pedig ugye jegy ellenében lehet igénybe venni a jégpályát. A döntés, amelyet most ide a képviselőtestület elé hoztunk, az ugye egyfelől a pálya üzemeltetésére vonatkozó szerződés, amelyet azt kérünk, hogy a
képviselőtestület fogadjon el és hagyjon jóvá. Másrésztről pedig az a szponzorációs és támogatási szerződés, amit pedig a Vigadó, ugye a szponzorral, a UPC Magyarország Kft-vel kötne. Kérdezem az ügyvezető asszonyt, hogy kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Van egy kérdés észrevétel, Sinkovic elnök úré a szó. Polgármester úr, csak itt ugye a kivonatban, a bizottságülés kivonatában az szerepel, hogy nem hoztunk döntést, mert a bizottság tárgyalt ezt a napi rendet, és tekintettel arra, hogy akkor még nem voltak olyan információk, ami döntési javaslat, de tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy mi olyan szinten tárgyaltuk ezt, hogy a oktatásnevelési intézmények képviselői jelen voltak a bizottságülésen, és annak megfelelően, ahogy az előző két évben is történt, a hivatal segítségével megtörténik egy ilyen egyeztetés, ami már ott a napirend lezárása után el is indult az illető ügyintéző kolléga segítségével. Csak azért mondom, hogy még mielőtt valaki úgy gondolná, hogy a mi bizottságunk nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, vagy nem veszi komolyan, ezt azért szerettem volna elmondani, hogy igenis ezeket a kis apró lépéseket mi a háttérbe azért igyekeztünk megtenni, vagy meg is tettük. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát valóban ugye megtörtént a bizottsági ülésen az intézményekkel az egyeztetés, annak érdekében, hogy ugye itt is lesz egy ilyen, hát nem rendezvény naptár, de egy olyan beosztás, ami ugye azt tartalmazza, hogy a hétköznapokon ebbe a délelőtti vagy kettő óráig tartó időszakban melyik intézmény hány órában használhatja majd a jégpályát, illetve melyik intézménynek a diákjai használhatják a jégpályát. Egyébként a mai napon került pont erre az egyeztetésre, tehát én úgy tudom, hogy gyakorlatilag az összes szabad időpontot sikerült itt a kollégákkal, illetve az intézményekkel egyeztetve kitölteni, tehát gyakorlatilag összeállt az, hogy mikor melyik intézménynek a tanulói, vagy mely óvodás csoportok jöhetnek a pályára. Jó, akkor először arra kérem a testületet, hogy a előterjesztésnek és a bizottság határozatának megfelelően akkor döntsön a önkormányzat és a Vigadó kulturális és civil központ közötti megbízási szerződés megkötéséről, hiszen a Vigadó Kft-t bízzuk meg a nyitó rendezvénynek a megszervezésével, illetve formálisan a jégpálya üzemeltetésével, illetve a jégpálya szolgáltatásnak a megszervezésével, de hát a Vigadó Kft. Pedig ugye nyilvánvalóan ugye leszerződik a jégpályát üzemeltető céggel, hogy magát a szolgáltatást igénybe vegye. Aki a határozattal egyetért, az igen gombbal jelezze. Képviselőtestület egyhangulag fogadta el a határozatot, és most arra kérem a tisztelt önkormányzatot, hogy a Vigadó Kulturális és Civil Központ és a UPC közötti szponzorációs szerződést megkötését is hagyja jóvá. Aki egyetért fel, az igen gombbal jelezze. Képviselőtestület egyhangulag döntött a szponzorációs szerződés jóváhagyásáról. Tehát önkormányzat a tavalyi évben a képviselő testület egyfelől ugye megszervezte a gyermekeknek a szünidei étkeztetését, amit egyfelől ugye biztosított abból a állami normatívából, illetve támogatásból, ami a Magyar Államkincstáron keresztül erre a feladatra érkezett. Másfelől ezt az összeget kiegészítette, és akkor nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek a nyári étkeztetését biztosította egy tartós élelmiszercsomag formájában, hanem azt kiegészítve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére is biztosított családonként egy tartós élelmiszercsomagot. Ugye az idejében annyi változás van a vonatkozó jogszabályban, hogy a ilyen tartós élelmiszercsomagot sajnos nem adhatunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Ugye kizárólag meleg étel formájában lehet ezt a szünidei gyermekétkeztetést biztosítani.
ami ugye magán véleményem szerint nem túl szerencsés, mert főleg a téli időszakban sajnos sokan lesznek, akik azért a melegételért nem fognak bejönni, főleg napi szinten és minden nap a téli szünetben, míg a tartós élelmiszer csomagért gyakorlatilag mindenki bejött ebből az érintett csoportból. De hát ha már így van, akkor annyi lehetősége van az önkormányzatnak, hogy mivel ugye, ahogy említettem, tavaly is kiegészítette, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára is biztosította az élelmiszer csomagot, így azt javasoljuk, hogy az ő számukra az önkormányzat kiegészítve a téli szünidei gyermekétkeztetést ismételten biztosítsa ezt az élelmiszer csomagot, és ugye a tavalyi év gyakorlatával és összegével megegyező módon ugye 5000 forintban javasolunk egy csomagot meghatározni, tehát ennyiből javasoljuk összeállítani ezt a csomagot. Kérdezem, hogy van-e kérdés észrevétel? Ha nincsen, akkor kérem a képviselő társaimat, hogy előterjesztést támogassák és a határozatot fogadjuk el. Ugye ez 148 gyermek részére jelent majd, illetve annak a családja részére jelent majd egy tartós élelmiszer csomagot. Aki a határozattal egyetért, kérem az igen gombbal jelezze. A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. Tisztelt képviselőtestület, szeretném tájékoztatni az önkormányzatot arról, hogy a hivatal, illetve a városvezetés intézkedett a szociális rendeletben szereplő tűzifák beszerzéséről, amely a idei évben a NEFAG ZRT Monori erdészetétől kerül megvásárlásra 3.685.500 forint értékben. Ez bruttó összeg, illetve Hárs László egyéni vállalkozótól kaptunk ajánlatot a feldolgozására, illetve a címekre történő, tehát a tűzifa darabolásra és a címekre történő kiszállításra. Arra kérem a képviselőtestületet, hogy utólag vegye tudomásul a tájékoztatást, aki egyetért fel az igen gomba jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. Kedves nézőink, a mai műsor utolsó beszélgetős blokkjához érkeztünk dr. Zsombok László polgármester úrral, és ahogy közelednek az ünnepek, egyre többen szeretnének valakinek, valakiknek nagyon jót tenni. Hát így tesz természetesen a Monori önkormányzat is, akkor, amikor rászoruló gyerekeknek karácsonyi élelmiszercsomagot biztosít. Ez is egy évek óta meglévő program így decemberben, ha jól visszaemlékezünk erre. Ebben a formában most második éve szervezzük meg ezt az akciót. Ugye tavaly volt az első, ugye akkor még a szünidei gyerekétkeztetéshez kapcsolódott, hiszen ugye akkor azt láttuk, hogy azon gyerekeken kívül, akik jogosultak a szünidei gyerekétkeztetésre, azért nagyon sok rászoruló gyerek van, és rászoruló család van a városban. Ezért is indítottunk egy a szünidei gyerekétkeztetéstől formálisan elválasztható tisztán önkormányzati programot. A szünidei gyerekétkeztetést is az önkormányzat szervezi meg a Kövál ZRT-n keresztül, mint aki a konyhát üzemelteti, de az ehhez szükséges támogatást azt végül is a Magyar Állam kincstáron keresztül az államtól megkapjuk. Ez a karácsonyi élelmiszer csomag akció, ez tisztán önkormányzati forrásból valósul meg, és ahogy tavaly, úgy idén is 148 családot, pontosabban 148 rászoruló gyereknek a családját tudjuk ezzel megajándékozni. Egy nagyjából 6500 forintos csomagról, élelmiszer csomagról van szó, tartós élelmiszerekkel, illetve konkrétan ugye az advent, illetve a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó élelmiszerekkel, csokoládéval, szaloncukorral. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek a családjai a hátrányos helyzetűnek minősített, illetve a halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyerekek családjai kapják ezeket a csomagokat, és mivel ugye 148 van, így lehetőség van arra, hogy a kettő gyermeket, a legfeljebb kettő gyermeket nevelő családok esetében egy csomagot adjunk, de a kettőnél több gyermeket nevelő családok esetében ott kettő csomagot tudunk családonként kiosztani, amire éppen most a napokban fog majd sor kerülni, és amiben arra kértem a képviselő társaimat, hogy mi is személyesen közreműködjünk majd. Ugyanilyen jó dolognak tartandó a 120 rászoruló családnak a téli tűzifához való hozzájárulás, illetve magának a tűzifának a leszállítása. Igen, hát azt talán a hírekből ugye sokan hallottak róla, hogy éppen a államtitkár úrunk, ugye Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk tárcájához, illetve az államtitkárságához tartozik a téli tűzifa program. Ebben a programban viszont ugye csak a 5000 lakos alatti települések vehetnek részt. A magyarán ugye Monor ebből a lakosság száma okán kimaradt, viszont ugye 5000 lakos alatt az állam biztosít bizonyos rászorultsági elvek alapján tűzifát, de arra is figyelemmel, ugye a Monoron is van bőven sajnos rászoruló, nem szerettük volna, hogyha a monoriak ebből a programból kimaradnának, ezért szintén saját önkormányzati forrásból, és szintén először tavaly hirdettük meg ezt a tűzifa programot, ami alapvetően egy szociális intézkedés, ugye a szociális rendeletünket egészítettük ki ezzel az ellátási formával, kérelemre van rá lehetőség. Ugye az első kört azt éppen most zártuk le, úgyhogy az első körben ugye 50 plusz 20 családnak, tehát összesen 70 családnak a tűzifát a napokban már ki is szállította az egyébként monori vállalkozó. Majd ezt követően ugye januárban lesz majd lehetőség a decemberben beérkező kérelmek közül újabb 50 családnak összesen 10 mázsa, tehát 10-10 mázsa tűzifát, ez ilyen hasábolt, ilyen gurikában lévő akácfát jelent, tehát 10, családonként 10 mázsa tűzifát kiszállítani, tehát itt a kiszállításról is az önkormányzat gondoskodik. Hát ezek nagyon szép dolgok, és akkor én arra kérem, polgármester úr, így a műsor végén, hiszen ha jól számolom, akkor durván olyan két hét van még a szentestéig, a karácsonyig. Mi az, amivel le lehet zárni ezt a mai beszélgetést, ami ünnepi, ami kapcsolódik az önkormányzathoz? Hát két okból is nehéz, ugye egyrészt nagyon sok témát érintettünk, tehát nehéz lenne, hogy összefoglalóan lezárni valamit, a másik pedig mindig az ilyen, mondjuk az évvégi lezárásoknak ugye az a veszélye fönnáll, hogy valami nagyon közhelyszerűre sikeredik, lehet, hogy én is az leszek, de hát én azt gondolom, hogy röviden mindenkinek áldott békés boldog karácsonyt kívánok, és azt kívánom minden kedves televízió nézőnek, illetve minden monorinak, hogy folytassuk közösen ennek a városnak az építését és a szépítését. És hát ugye, hogy ha már karácsonyuk, akkor ugye ne csak a nagy infrastruktúrális beruházásokat lássuk magunk előtt, természetesen azok is nagyon fontosak, de a közösség építése is legyen legalább annyira fontos továbbra is az önkormányzatnak, illetve az itt lakóknak, amit megkezdtünk már jó néhány évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy itt az ünnepek közelettével ezekre a közösségekre még nagyobb szükség lesz, és abban bízom, és abban reménykedem, sőt azt gondolom, hogy én azt tudom, hogy a Monori az egy igen jó közösség, és legalább annyira lokálpatrióta, sőt még inkább, mint akár bármelyik környező település, aki ténylegesen akar és tesz is egyrészt a környezetért, másrészt pedig a környezetében lakókért, hiszen ez legalább olyan fontos, mint amit az önkormányzat tud tenni adott esetben az adott településért, sőt még fontosabb, hiszen mi nem tudjuk pótolni azt az együttműködést, amit adott esetben vagy azt a segítő szándékot, vagy a környezetünkre való odafigyelést, amit egyesével a lakóingatlan tulajdonosok, a monori lakosok meg tudnak adott esetben saját erőből tenni, de ez tényleg az kell, hogy ők magukénak érezzék ezt a várost, hogy szeressék ezt a várost, és hogy úgy érezzék, hogy ezért a városért érdemes tenni is.
Én ezt kívánom, hogy egy ilyen város legyen Monor, és akkor azt gondolom, hogy abban tényleg büszkék lehetünk majd rá, és jó lesz 20-30 év múlva is itt lakni. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, bár mi még nagyon sokat fogunk találkozni a különböző decemberi programokon, meg a testületülésen is, de én is szép ünnepet kívánok önnek és a családjának is, meg a munkatársaknak is. Köszönöm. Kedves nézőink, a mai műsorban dr. Zsombok László Monorváros polgármestere volt a vendégünk. Tényleg nagyon sok mindenről beszélgettünk, és szép gondolatok is elhangzottak itt a beszélgetés végén. Nekem nem is maradt más feladatom hátra, mint hogy megmutassuk önöknek a Gemini Televízió elérhetőségeit, egy telefonszámot, egy e-mail címet és a honlapunknak a címét tetszenek látni. Hívjanak, írjanak, keressenek bennünket és böngészenek a honlapunkon, meg persze a város honlapján is, hiszen ott is megtalálhatók az adások. És akkor mi maradt még hátra a mai műsorból? Egy gyors elköszönés, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten szombaton délután 5 órakor nagy-nagy szeretettel várjuk Önöket ide a képernyők elé. Viszontlátásra!